budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Na már itt is vagyunk, gyerekek, 6 óra után 13 perccel. Jó reggelt, szevasztok! Nem sietünk, nem kapkodunk. Kicsit én izgultam is, hogy csináltál egy 4 napos munkaszüneti ízét. De jó lett volna, hogy kiket volna venni a pénteket. Csak mondom, nekünk nem szóltál. Tehát így néztem a Zsült, az Annát, a Lacit, itt mondom, mi eldumálgatunk, tehát hogy semmi baj. Csak legalább egy SMS dobjál hajnalba, hogy srácok, tudjátok mit, vegyük ki a pénteket is. Nem is mondtál volna a hülyeséget ezzel, miért nem vettük ki a pénteket? És most zene. Igen, és most ki kellett volna menni, tényleg nem is tudom, nincsen semmi komolyan játékunk. Nem akart beengedni a portás. Mi van? Nem szeretem másra kenni, de itt álltam, mint a hülye, csöngettem, azt valahol kolbászolt, gondolom libákat terelt lent, vagy nem tudom, idős. A mélygarázsban libákat. Nem tudom, mit csinált, álltam egy 5 percet, és csöngettem, engedj már be, nyomd már meg azt a gombot, csinálj már valamit, de nem akart beengedni, úgyhogy nem volt a helyén, nem tudom, ahol elment, valamit csinált. Ő is csak ember, hát szegény, kakilni volt, mit lehet tudni az nem ilyes. Tudom. Nem, ő 2022-ben nincs egy nyitótok ehhez a garázshoz. Hiszen adtak 100 000 évvel ezelőtt, de hát az tudod, hogy ez nekem az olyan, hogy ezt fogalmam is, ezt nyomom a gombot, mondom, akkor visszatolattam, megálltam itt az épület előtt, bejöttem, és akkor kolbászolt vissza a ére. És mondom, akkor már nem akartál legurulni a garázsba. Hogy beenged, hát mondom, oké, köszi, most már mindegy, úgyhogy zsitálok ki, hát majd lemegyek, vagy nem megyek, mindegy. Nem tudom, hol volt, nem volt erőm megkérdezni, hogy mégis mit csinált. Nem is érdekelt, na, valljuk hát, be. Vártam egy jó 5 percet, úgyhogy a késésem oka a portás. A portás, ráfogjuk. Új munkaerő, lelkes új munkaerő lement körbenézni, hogy minden rendben van elent. Kell nekik óránként, vajon zseblámpával? Nem, hiszem egy zárt rendszerbe. Nagyon nincs mit nézni. Nem tudom, hol volt, nem is kérdeztem. Volt már egyszer egy portás, aki nem akart beengedni, de azt hál' Istennek kirúgták. Már szám azért nem mondom, miattad. Az egy ilyen, de nem, ez nem miatt, hogy most egy fiatal srác, tehát teljesen normális szegénynek valami dolga volt, de valami öreg kötekére volt. Mondjál már nevét, mondom, engedj már be, mondjál nevét, mondom, érted, engedj be. Mondjál nevét, mondom, nem azért vagy itt, hogy kötekedjél, hanem, hogy megnyomd a gombot. Nincs neve. Meg tudok őrülni ezektől, tudod, aki ilyen... Végzi a munkáját. Dehogy is. Élete küldetésének érzi, hogy megakadályozza azt, amit te egyébként csak szeretnél végrehajtani, hogy bemenjél. És nem majd mondta, ő most rajta a neved? Direkt nem. De ha mondod, akkor beenged. De név nélkül is van jogom bejutni. Nem, már pláne nem mondtam. Mondjuk. Hát azzal üvöltöttem, de az tudod, az az igazi ilyen kekeckedő, már öreg. Már csak azért is gyökér vagyok beleállva. Igen, idős, ilyen, hát ide nem lehet bejönni, nem mondom, csak si várjad meg, amíg beállok, és ott fölmegyek, mondom, hát figyelj, azt leordítottam a fejét. Kiszálltál rossz napom is volt, kiszálltam a nullán. Persze. De szegény, ő most dolgozott, úgyhogy nem volt semmi, majd megálltam kint. Mondjuk azért vicces, mert van kameránk is, tehát hogy látta is az nem. A portást. Ja, az? Persze. Hát az látja. Megállsz, akkor látnak téged. Hát. De azt hiszem az 1 vagy 2 napot volt itt, tehát ő többekkel nem jött ki. Tehát ő egy nagyon rövid pályafutást. Valóban. Gondolom, a betegeket sem akarta beengedni az alattunk lévő kórházon meg senkit, úgyhogy egy viszonylag rövid pályafutást élt meg, igen. Jani ma nincsen, ugye? Hivatalosan van távol. Forgat a kis mókus manó gyerekek, hát ő nagyon bele esett. Igen, forgat. Televízió műsorba várak csöcsök krémesek, ebből csak a várakat csinálják most még, tehát a másik 2, ami az ő életének küldetése, azt majd lehet, hogy egy későbbi sorozatta bízzák. Igen, az lesz a következő, úgyhogy jobban nincs. Tegnap mondta, hogy hova megy, de nem nagyon figyeltem. Nézd, abban az összefüggésében, amikor a vár szó egy ilyen beszélgetésbe fölmerül, igen, azért mi azt kapcsolok. El tudjuk engedni. Én azt ugye el tudom engedni. Kapcsolok egyet, úgyhogy de még talán adásban is mondta, hogy hova megy. Én nem tudom, én nem voltam az utolsó fél órában. Jött meg ellopta az utolsó fél órában. Jó, te meg mondom. Most az első fél órából. Ne kenjük már egymásra, hogy én akkor most csak ki mondom, jövőt meg jövőtől kezdek forgatni, úgyhogy készüljetek, rossz világ jön. Igen, mert akkor nem vagy jó fej. Akkor nem vagyok jó fej, se kedves, mert fáradt vagyok akkor. Éjszakáig állok. Most képzeljétek el, tegnap mit kaptak a vadászok, ugye? Hogy kinek mekkora izéje meg. De csak azok milyen. A vadászok, okay, akik megjelenemlék, nem persze. Minden vadász ilyen. Hát ez... Tudom csak, hogyha fáradtan jössz, akkor ez hatványozottan fog majd előbukkani. Ha ezeket a malacokat egy hét múlva lövik ki. Na mi van malacügyben tényleg? Malacügyben az van, gyerekek, egyszerűen nincs.
se elkövető, se ember, aki ezt az egészet ugye... Se kamera, semmi, se felvétel. Semmi. Ja Istenem, ez megint annyira magyar. Tehát nem érted, hogy mi történt, biztos mindenki hallott róla, tegnap mi is beszélgettünk erről a sztoriról, hogy a János kórház mellett fölbukkant a garázdálkodó vaddisznó. Igen. A garázdálkodó vaddisznó az azt hiszem 3 vagy 4 kicsi malac, tehát ők azért annyira nem veszélyesek. Megmondjuk egy anya, arra már azt mondod, hogy oké, ezt számadhat. Az már tud az lenni, igen. És egyszer csak a város közepén megjelent valaki, akiről nem tudjuk, hogy vadász, hogy tekes, hogy hivatásos, nem tudom, vadkilövő, vagy csak egy fegyvertulajdonos. Vagy csak egy felbátorodott kis Péter jött maga. Felbátorodott kis nyugdíjas, akinek elege lett a János kórházi kosztból, és azt mondta, hogy na jó. Vaddisznó pörkölt lesz vacsorára akkor is. Igen. És kinyírta ugye ezeket a jószágokat, ráadásul ott is hagyta őket, egy ilyen érthetetlen módon a közlekedők előtt egy gyerek a villamoson idegösszeroppanást kapott, hogy a vérengzést végignézte, szóval értelmetlen, teljesen fölösleges dúrogtatás volt a városban. Na most se az önkormányzat, se a polgármester, se a rendőrség, se a tűzoltóság. Senki. Tehát senki nem tud róla, hogy mi történt. Azért ezt én nem tudom. Senki nem adott parancsot, senki nem tudja. Nem. A rendőrség azt nyilatkozta, hogy ők ilyet nem adnak ki. Tegnap meg különösen nem adtak ki. Tehát, hogy egyébként sem szoktak nagyon, de tegnap, vagy mikor történt, nem tudom, pár nappal ezelőtt, tehát, hogy ők nem tudnak róla. Az önkormányzat nem tud róla. Még én a kórházvezetést még megkérdezném, hogy hát, ha ők. Hogy hát, ha van ott egy nyugdíjas, vagy egy orvos, aki már ugye többször használt a János kórházban az elfekvőben, akik nem akarták kilelni a lelküket 90 év felett, igen. Illetve így tartják karban a majomhimlőt a János kórházkori környéken. Ez felfoghatatlan. Ugye megállt a villamos, tehát hogy most nem az a baj, hogy lelőik az állatokat, mert az állatokat sokszor lelőik az erdőben. Tehát, hogy sajnos ezek a malacok azért sajnos sokszor végzik így. De hogy azért ez a lakott terület elövöldözök a villamos megállóba, azért ez csúnyán is elsülhet. Szóval ennek nem mindig van jó vége. Tudjuk, hogy a vadászok képesek egyébként ártatlan járókerőket is lelőni, vagy akinek puskája van, nem feltétlenül a vadászok, mert nem biztos, hogy az ő bűnük, ne bántsuk őket. De hogy azért ez így, szóval hogy ez nem szerencsés, na, hát nem. A villamos megállóba gyerekek szemelátára lövöldözni, vagy akkor aki ilyen nagy bátor legény, az vigye el utána balhét. Mondja azt, tehát hogy puskával oda menni, lelőni, ez nagyon jó, de akkor tessék kiállni, és tessék azt, hogy én voltam, az tökös. És vállalni ennek a következményt. Oda menni, lövöldözni, sunyin, majd utána elbújni, és nem kiállni gyáván, tudod, na, akkor hol van az igazság? Ha neked igazad volt, és te azt lelőhetted, akkor állj ki, és mondd azt, hogy figyelj, én voltam. Puskádban kemény vagy, hát nem vagy annyira kemény. Beszaré vagy, mert bujkálsz egy napja, és nyomoz utána a rendőrség. Hát akkor neked nagyon kell a puska. Érted, miért van puskája? Ja. Tehát, hogy ennyi. Azért ez is egy ilyen hülye mutatja ezt, hogy milyen a mentális állapot. Igen, szegény vadászokat nem is biztos, hogy ők voltak. Én azért sajnálni nem fogom őket. De a rendőrség nyomoz, ahogy te is mondod. Meg ismeretlen elkövető ellen feljelentés van. Na, tehát ez úgy fog belapulni az egy irodai fiók aljára, hogy... De most te azt elhiszed, hogy a város közepén senki nem tud erről, hogy ki járkált puskával. Én ebben az országban senkinek semmit nem hiszik el. Az csak igaz. Magamnak, a feleségemnek, meg az anyámnak. Igen, meg néha a gyerekeknek, de csak ha öltöst hoznak. Nem gondolnám. Szóval, hogy... Valakinek oda kellett hívnia, az nem úgy van, hogy egyszer csak te meglátsz 3 ilyen vadmalacot, és akkor felszaladsz a negyedikre a puskádért, érted? Aztán ez is lehet, tudod. Önkéntesen arra sétált? Hát ő látja a malacokat, és van puskája. De most meg már bujkál, nem mer kiállni. Nem puskával sétál arra. De akkor mi, hazaszaladsz? Hanem várjál, Johnny, fog meg a söröm, hozom a puskát. Valamilyen olyan személy, akinek lehet puskája, persze. De az meg talán csak tudja, van annyi esze, nincs mi. Van annyi esze, hogy a belvárosban, a város közepén nem kezdek erről lövöldözni. Sokszor pont azoknak van puskájuk, tudod, akik kettősak egy kicsit, mert vagy világháborút vizionálnak, vagy félnek, vagy annyi a paranoiások, hogy egyébként puskájuk van, és mindenről ülnek, ami mozog, de közben meg annyira gyávák, és annyira félnek, hogy az ilyen puska, mert egyébként meg baromina szoronganak. A szorongást lehet oldani egy két csövűvel. Nem tudom, de és kamerafelvétel? Semmi? Semmi nincs, semmi, tehát senki nem a kamerákat látta. Is. Lehet. Vagy előtte áramtalanított. Állítólag az van, ugye, hogy a tűzoltóság biztosította, tegnap ilyen is elhangzott, akik mondták, hogy ők nem miért biztosítanának egy lövöldözést, tüzet biztosítanak, meg nem tudom mit, vizet, de lövöldözést azt nem szoktak biztosítani. Tehát sehol semmi, se egy felvétel, se egy ember, aki tud róla, aha, aki szólt egy másiknak, semmi. Lehet, hogy ő egy ilyen filmbéli vadász, aki csak megjelenik, rendet tesz, és aztán elmegy. Hát rendet nagyon nem tett, de arról nem is beszélve, hogy egy ilyen vizesárok, ami ki volt, ez ugye betonozva, ha ott megpattan a golyó, mert
a vadisznóra már nem gondolom én, hogy nem sörétessel lősz, hanem valami nagy kaliberrel. Ha az megpattan ott a villamosokon, meg nézelődnek az emberek, az egyszer csak a homlokot közelébe, vagy a közepébe van egy ilyen megpattant lövés, mit csinálsz? Igen. Semmit. Igen. Nem, fiúk, ez túlkapás volt, azért van csönd róla. Persze. Nyilván. Igen. Ezt higgyétek el, hogy ez a vadisznő, ugye ez, mondom, egy fiók alján fog landolni. Soha nem lesz meg. Tehát ezt pontosan tudják, hogy mi történt. Ez ne legyünk azért naivak. Na, szóval, hogy azért ne higgyünk el mindenkinek mindent, úgyhogy teljesen egyértelmű. Nagy ügy lett belőle, tudod, felkapták, mindenki látták, kisgyerek, mentő, villamos megállasztantak. Jó, Tibikéval. Maradjál csöndbe szépen. Maradjál gyorsan csöndbe, aztán utána ez majd szépen elül. Megunják ezt ezek a sajtómunkatársak, ezeket, hogy túlgózzanak ezen. Majd mindjárt jön a majomhimlő, akkor azzal foglak foglalkozni. Találunk még két majomhimlős gyorsan, valakire rásütjük, hogy majomhimlős. Az egyből nem lesz érdekes ez a malac, mikor meg már terjed a monkeypox. Úgyhogy. Hogy az elején senkinek nem jutott eszébe, hogy van rá más megoldás, mint hogy halomra lövöd ezeket az állatokat a város közepén. Érted? Amikor valaki a János kórházba biztos főhívtak valaki. Is nagyon más. De micsoda? Hát a tegnapi vadászunk is elmondta, a Balázs is, hogy ki tudsz tenni, nem tudom, ilyen csapdát, vagy valami, rádobsz egy ilyen hálót, azzal elkapod. Hát csak lett volna valami, vagy altató lövedék, vagy akármi más. Én tegnap aztán talán a 444 leírt, hogy miért annyira bonyolult. Mert mire megfogod, az meg van őrülve. Mire az altató lövedéken szervezel egy orvost, akinek van ketaminja. Az, mire elviszi a lövedék injekciót az orvos, aki beadja annak, aki belelövi. Ahogy belelövöd, ahogy elszállítod. Tehát, hogy az jóval lassabb, bonyolultabb, és körülményesebb. Aha. Engedélyeztetni, meg orvos találni, meg altató injekció. Szóval, hogy az egy hosszabb procedúra lett volna. Ez volt így az egyszerű. Ez, hát, és akkor megmentettük a várost a bandázó. Francba bandáznak itt, így van. Persze, van. Világos. Igen. Igazából engem nem is az zavar, tudod, hogy most ezeket a malacokat kilőtték. Nagyon sajnálom őket, de nem vagyok naív, sajnos ez az életrendje. A malacok rossz helyen vannak, azt hál' Isten nem sérült meg senki. Az zavar, hogy soha nincsen semminek felelőse. Aki fölemeli a kezét. Tehát inkább maga az ügy zavar, hogy egy ilyet is úgy lehet megúszni, hogy nincs valaki, aki tökösen kiáll az emberek, és azt mondja, hogy bocsánat, túlkapás volt, elnézést kérünk. Gyorsan akartunk intézkedni, ne haragudjanak. Mindenki lapít, mindenki sunyít, mindenki tudod, és így mindenki a másikra mutogat, és igazából ez a nagyon zavaró, hogy egy ilyen ügybe sem merünk kiállni, akkor és elmondani, hogy igen, elnézést, aktor. Meg akartuk akadályozni, hogy nem tudom, a női disznó. Hogy hívják a női disznót? Női disznó. A női disznó. Ez jó, nekem tetszik. Sérült kicsinyeit felszarvazva, anyakoca rohangáljon a János kórházba a szarván két idős csípőprotézise váró kisnyugdíjassal. És egyszer túlkapás történt, bocsánat, ez volt. Érted? Tehát inkább megint ez a fajta ilyen magyarossága. Mindig félünk mindentől. Borzasztóan nyomasztó ebben, hogy meg lehet tenni, és talán nincs csak az, hogy mi voltunk. Most, hogy ilyet nem viszel el, akkor ennél nagyobb komolyok a ügyeket sem viszel el. De inkább ez mutatja a mentális állapotot, engem ez zavar. Az egész ország így van szocializálódva, hogy itt soha nem volt divat fölemelni a kezedet. Mindig a sunyogás volt, hogy új, nem én voltam, mert mi van, ha kiderül. Hát nyilván akkor van egy büntetési tételezése a dolognak, akkor inkább elsunyogjuk. De neked igaz, tökre igen, igazod, csak ha megcsinálod te, igen, ha megcsinálod te, akkor két nap múlva kopogtatnak az ajtódon. Na megcsinálj egy hivatalos szerv, rendőrség, tűzoltóság, valaki engedélyt ad, azok meg mindig minden alól, minden helyzetben fel vannak mentve. Tudod? Majd titkosítjuk. Ha ezt most élőném le ezeket a malacokat, igen, és aztán titkosítják 30 évre a malac gétet. A nagyon híres. És élőném le ezeket a malacokat, akkor egy nap múlva valószínűleg ott állnak az ajtóm, hogy kedves Sevestjén úr, hát akkor... Egyre, honnan van magát a puskája? Elnyeszi a fáradni, mert négy térfigyelőkamera vette észre, hogy maga halomra lövöldözte ezeket a malacokat. Ugye? A jó kis keki színű jacketben azonnal fölismernék. Na jöjjön velünk, lennének kérdéseim, Sevestjén úr. De aztán meg, ha kiderül, hogy itten, aztán itten valamilyen kis hivatalos szerv is benne volt, akkor meg titkosítjuk 50 évre. Szóval ennyi. Na mi meglátjuk, hát én azért továbbra is figyelem. Hiszünk benne, hogy hát ha kiderül a malacgét. Azt mondja, ez nagyon jó, hogy béren kívüli juttatás lehetett. Tehát, hogy lőhetsz négyet. Egyfajta életmodell, egyfajta karrierút, hogy gyerekek minden évben kilőhetek négy malacot, a húsát eladhatjátok. Akkor ez pedagógus volt, most már tudom. Ugye, neki igen. Kevés a fizetés. Hát, vagy a rendőri pálya. Vagy az is jó, egy, tényleg. Az se egy életbiztosítás, hát, és egy milliómossá válás azért mostában rendőrnek lenni. Na, meglátjuk. Jól van. Madar a toláról, ember barátjáról, írja valaki. Igen, ember jobban van Kamala Harris-szel, mindent értek. Küldte valaki nekünk, ugye pont nézzük most itt a Johnny Deppes felvételeket, meg
mindenféle dolgot, ahogy ugye felmentették, most állítólag fellebbez. Amber? Igen, Amber hát fellebbez, úgyhogy meglátjuk, mert tovább szúra, hogy fellebbez. Tessék? Hát a főjebb viszik a lóvét, mert ugye 50-re perelt egy Johnny Ambert, és akkor ebből 15 lett. Igen, most visszaperelte, vagy fellebbezett, úgyhogy most lehet, hogy ez az ügy, ez még így folytatódik. Erről is beszéltünk tegnap, ugye Johnny Depp. És milyen érdekes, látod az internet világa, meg a népek, hogy a peren kívül egyébként, ami foglalkoztatta a népet, a legtöbb kérdés az üggyel kapcsolatosan az volt, hogy Johnny Deppnek az italában mi volt? Egy ilyen átlátszó palackkal ment a bíróságra. A bíróságra, és nagyon sokáig abban víz volt, mert átlátszó volt, és egyszer csak egy sárga ital került bele, és a világ megőrült ettől, hogy Johnny Depp mit iszik a tárgyaláson. Mert átlátszó volt, és egyszer csak besárgult a következő tárgyástól kezdődően, és mindig ez a sárga löty volt nála, amikor a tárgyaláson ült, és a legtöbb kérdés az interneten ezzel kapcsolatosan merült föl, mit iszik a Johnny Depp a tárgyaláson, ami sárga. Aha. Nagyon vicces, egyébként pedig kiderült, hogy egy ilyen vitamintablettát tett bele, ami föloldódott. Aha. Kész. A vitamingyártó szerintem marhára örül. Őrület, hogy mi van beteg Amerikában. Ennek szerintem az egy tizedét se érezzük, hogy milyen őrület van ebből a perből. Egyébként ott kint hihetetlen. De ezen a nő látszik, hogy kettős. Oda van. Ezzel látszik, ezzel ránézel, vagy beszél, vagy pisztol. Az a típusú nő, akivel egy percet nem akarna eltölteni, furra kettős a csaj. Tehát látszik rajta, hogy nem normális. Egy ilyen pszichopata. Nézd, csak rá, ahogy gesztikulál, ahogy beszél, ahogy mondja, ahogy eljátsza, hogy ő mennyire sír, látszik rajta, hogy kettős. Hát színész, persze, hogy eljátsza. Ez a csaj? Igen. Vannak szerepei, vagy volt? Ő volt az Aquaman-be, a vöröshajú némben. Mondjuk azt megértem, az egy komoly szerep. Hát odáig is el kell jutni valahogy, azt nem tudom, hogy Shakespeare-t játszott előtte, de abban például benne volt. Egyszerűen látszik rajta, hogy színészkedik, hogy maníros, hogy rosszul mondja, kettős, meg hogy hazudik. Tehát, hogy tudod, ilyen. Még egyszer, mit mondod? Full bolond. Csak tényleg rá kell nézni. Látszik egyértelműen rajta. Na jó van, gyerekek, hogy állunk a játékunkkal? Hát eddig egyedül azt hiszem te játszottál talán. 50% te nulla, Jani nulla, ti még játék nélkül vagytok, én kettőt játszottam 50%-ra állok, úgyhogy lehet bennünket kihívni. Én jó, a hét utolsó játékára. Jani menekül ebből, gyerekek, ma azért nincs, most kibillek 3 napot, érted, hónap közepe, és még egyet se játszott. Ügyes! És egyet játszik utána 100%. Ügyesen csinálja, most így próbálkozik, igen. Na jövünk a hírek után, 7:30 van pontosan, lehet jelentkezni játékra, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, 1 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Cső, hello! Hello, milyen időnk lesz? Na, értelmezhetetlen, de ne zavarjon senki. Na. Hát 3 napos hosszú hétvége van, menjetek a Balatonra, vegyetek lángost, fröccsöt, érezzétek jó magatokat, jöhetek a Velencei tóra is, és ne zavarjon benneteket azt, hogy időről időre viharok érkeznek hazánk fölé. Igen? Lesz egy kis eső, de nem lesz rossz, tehát 28-33 fok, csak ugye már megy a riasztgatás megint, hogy úristen, az Armageddon majd megérkezik. Hát nyári zápor, így hívjuk. Max, ha elmosott valamit, akkor bocs. Ugye? Igen, de ezt holnapra mondják? Ez mától indul. Mától jön, de viharos. Aha. Este eső, aztán megint kicsit napsütés. Hát olyankor beállsz egy kocsmába. Ez a klasszik június, valami. Egy nagy vihar, nagy napsütés, persze. Nagy meleg. Nagyon jó, köszönjük szépen. Megtámogatjuk. Az időjárás jelentés támogatja a netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Én utána néztem neked, hogy te aki moziguru vagy, na. Te, aki így imádod a filmeket, hogy amikor Amber Heard, vagy igen. Hard, vagy már nem is tudom, hogy mondják ennek a nő, hogy mibe szerepelt ez a kiváló asszony. Na, mit csinált ő? A dán lány. A dán lány van szerepel. Ott van a dán lány. Aztán a 3 nap a halálig. Érted? A féktelen harag, az esetleg. Az a féktelen harag, az nagyon durva. És a gépesített terrorista. És az Ananász Express, az neked smafu, amiben benne volt? Abba is volt. Az Ananász Express. Ebből azért nem tudja kifizetni a 12 millió dollárt, vagy 15 millió dollárt. És majd meghalnak Mandy Lane-ért. Halló? Ezek az ő filmjei. Majd meghalnak, és a kőkemény Minnesota. Na, arra emlékszem. Arra emlékszem, az 2005-ös. De amire nagyot kaszált, azt szerintem az Aquaman 1-2. Aha. Kettőből már ki fogják szedegetni szerintem, de azért is lehet, hogy megkapta a lóvét. Aha.
Meg az igazság, az igazság, az igazság ligájában, Zack Snyderben is játszott. Abban is benne igen, volt, na jó, is, azt már nem láttam. Ott is játszott. Hát most az, hogy nem tudja kifizetni a pénzt. Nem kellett volna elinni. Nem kellett volna, igen. Elment, elment valamire, de hogy nem tud fizetni Johnny Deppnek. Na itt van a játékosunk, halló, jó reggelt, Attila, hello. Ja, még nincs itt a játékosunk, itt volt a játékosunk. Oké, okay, jó reggelt, Balázs, tenisztippeket szeretnék kérni, mondj majd valami, Tyson küldte nekünk, mondunk, fogadhatunk is, egyébként mondhatunk is tenisztippeket. Ma két elődöntő van. Így van, és akkor döntő a hétvégén. Igen, vasárnap. Igen, igen, a Csíc játszik, ugye az egyik ágon, a másik oldalon, meg a Nadal a Zverevvel. Ha gondolod... Hát te nyilván Nadalra fogadsz. Én nyitott vagyok. A most Kasper Ruda játszik, ugye a Csíc a másik ágon. A Zverev Nadal van az elődöntőben az egyik oldalon. Most Nadal kifáradt a Djokovicsal való. De két napot pihen, mert ja, nem játszott ugye tegnap sem. Plusz megkapta a kis tapaszát a hátára. Plusz mindig föltámad, mindig összeszedik valahogy, igen. Itt van a játékosunk újra. Halló Attila, ciao. Szép jó reggelt, sziasztok. Jó. Attila! Honnan hívtál minket, Attila? Hát most éppen itt vagyunk Angliában, Corbyban. Már minden nap külföldi hallgatóink vannak. Vagy Ausztria. Hát látod, mindenki menekül Magyarországról. Nem hiszem, hát ez azért ez egy jó hely. Például nekünk vannak vaddisznóink a városba, Corbyba vannak vaddisznók, vagy hol vagy? Nincs. Na hát akkor... Ha érted, hanem szerint épp egy őz nézett fel, hogy ott még terettem. Igen? Hát, itt félreálltam a parkolóba, és itt volt egy őz teremszemben. Van minden. Lehet, hogy csak halucinálsz, nem? Volt valami. Szedsz valamit. Fogyasztás. Lehet, mondjuk sokat bevettünk az elmúlt két napban, adottunk kb. 3-4 órát, de haladunk. És most vezetsz? Mi volt, csapatépítő? Nem, csomagszállítással foglalkozunk éppen, Magyarország és Anglia között. Csomagszállítás Magyarország és Anglia. Aha, akkor ingáztok. És az ilyen kevés alvással jár? Hát ez tudod, Balázs, hogy sietünk haza a családhoz, otthon élünk, kijöttünk, aztán nyomjuk. De hát igen, sajnos, hát tudod, hosszú az út. Franciaországban hajónál tudtunk picit pihenni, meg úgy várom, hogy átértünk itt éjszaké pár órát, aztán megyünk tovább. Aha. Akkor te kis-kis furgonos vagy, mert a kamionosoknak pihenni kell, ugye ti vagytok azok, akik így meg van, még hát, nekik nem sokáig. Hát nekünk kellene hogy a vár a lázlapot töltögetni, de minden, de így van, de mindig ezt ki tudjuk picit játszani, így sajnos. Uh-huh. De hát ez hamarosan véget ér. Kihangosítom vagyunk, Attila, vagy hol vagyunk? Nem, telefonon. Telefonon, jó van. Kit választottál? Kivel játszanál? Jani! Én választottam. Janit választottad, Jani, igen, az egyértelmű. Jani nincs. Egyértelmű győzelem lesz. Igen, mert passzivitás, én megvintjük a Jánost, és onnantól kezdve megvan a pont. Szóval én így vagyok? Van. Így van, Ferenc. Na, egy, akkor hogy ügyes legyél, ne mondd ki, jó? De mondd igazából ki. Igazából amúgy a Balázs kellene sajnos elvenni a pontokat, de mindig ő játszik, szóval mondom, akkor így játszok, hát hátha megvesz. Ahogy érzed. Ahogy érzed, Attila. Ahogy érzed. Azért, hogy húzd ki. Ferivel. Húzd ki. Biztos. Fokács vagyok, neki meg ott a jó étel, mert biztos. Ha van felvétel, akkor majd pályázok nála. De mi vagy, szakács vagy egyébként? Igen. Aha, nagyon jó. Na, majd akkor megpuhítalak, hogy gyere haza, dolgozz nálam. Vagy valahol máshol a vendéglátásban, meg kell az ember. Rendben. Na, ne mondd ki akkor, jó? De. Nem szeretném, jó. Jól van, na figyelj, akkor indulunk, jó? Próbálj valahogy kikerülni a csapdákat, szépen lassan megfontoltam válaszolni, nem kell kapkodni. Ha Feri veszít, akkor egy játék után 0%-on van, tehát az már nagyon. És az 50-nel fogsz előállni, megint, de utálom ezt a hülye szabályzatot. Mindig a Balázsnyer, mindig a Balázsnyer. Nem, ez nem igaz, az első egy-két szóram a Feri nagyon jó volt, aztán rázárkoztunk. Aztán följöttek. Igen, na indulhatunk? Persze. Indulunk, jó? 3-2-1, és tessék! Megcsal az asszony, amikor úton vagy? Remélem. Remélem, hogy meg? Boldogsága van neki ott, amikor az úton vagyok, tudod. És neked beesnek... Téged csaltak már meg? Beesnek, persze. Beesnek ilyen angol menyecskék? Komolyan, régen volt, de megcsaltak. Akkor az nem semmi. Hogy viselted? Hát, akkor szerintem álljunk is az meg. Az nem semmi, azt mondtad. Nem az volt nem rossz semmi. Játék. Jézusom. Atya ég, Attila, atya ég, hát az nem szép, semmi. Voltat is. Hol? Tehát ez... Ilyen blamát, ilyen hibát. Hogy van ez? Szerintem remekül játszottál, Attila. Remekül, ugye? Hát ezt elcsesztem, igen, hamar. Ez nagyon, hát ez az nem semmi. Hát hogy tudtad ezt minden kimondani? Olyan témát hozott fel a Feri, meglátod, hogy belelegősödtem.
Ráadásul. Hát ez szerintem mindenkinek, aki így melózik, hogy napokig nincs otthon, az egy kicsit, még akkor is, ha nagyon szerelmes és nagyon-nagyon bízik a párjában, azért kicsit nem, ott protoszkál. Nem, én a páromban, de nem, ez biztos, hogy nincs ilyen. De hát igen, ez jó téma volt megint. Attila. Hát. Ja. Én nagyon szeretlek, Attila. Én nagyon keseredre. Tisztellek, nagyon fantasztikus vagy. Mondj százalékokat. Feri egyet játszott, egyet nyert 100%. Jani nullát játszott, nullát nyert és nullát vesztett 0%. Én kettőt játszottam, egyet nyertem, egyet vesztettem 50%. Tehát Feri van az élen egy jelen pillanatban. Ez volt igazából a szándékom, hogy a Feri legyen az első helyen. Amit kérsz, tesó, küldöm. Jó, Isten. Tehát ha ajándékcsomag... Egy ajándékcsomagot kapok, ugye? Mindent meg tudunk oldani. Írja valaki, tök igaza van. Nem csoda, hogy külföldön dolgozik. Megérdemlem. Van egy plusz ajándékod, ezt megmutatjuk. Jó, figyelj. Az önnyereménye egy 30 ezer forint értékű ajándékutalvány a szerelvénybolt.hu jóvoltából. Attila, köszi a játékot, köszi a semmit. Köszi, ajándékcsomag se semmi. Köszi, csáó. Szevasz, Attikám, nagyon imádlak. Szuper csávó vagy, szia. A legjobb volt, nem csoda, hogy külföldön dolgozik. A nap hozzászólása. Nem is baj, hogyha az ilyenek nincsenek itthon. Igen. A Feri jó játékos, a Balázs meg nem. Ennyi. Na, hát. Ezt most miből szűrted le? Én ma meg se szólaltam a játék kapcsán, de ezt ma megkaptam, hogy én nem vagyok jó játékos. Jó, nem baj, hát van, így van. Azért nem érzem jogosnak az SMS, mert az elmúlt két hónapot Balázs nyerte gyerekek, tehát hogy aranyos vagy. Ezt most így ki kellett írni magából. Igen, tipikus Balázst választó játékos volt. Aki aztán végül téged választott. Végre. Igen. Végre én is kaptam egy könnyű vadat. Júj, de jó. Én meg vagyok most, Annácska, felejtsél el engem júli 1-ig. Én itt elüldögélek, érted? A Jani küzd még, hogy a második vagy a harmadik helyen végezzen. Meg vagyunk. Te ugyanis már nem lehetsz soha 100%-os. Ebben a hónapban. Tulajdonképpen, ha egyet játszol, és ez így marad, akkor én meg vagyok. Akkor meg vagy. Akkor 100%-kal megnyerted. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű. Bár ritkán szokták a játékosok egy játékkal megelégedni ezt a dolgot, hogy ne szálljanak még rád. De ez így abszolút meg vagy. A Feri jó játékos, a Balázs meg nem. Ezt olvastam már? Igen. Ezt mondtam, hogy a Feri jó játékos, a Balázs meg nem? De én ezt szívesen hallgatom. Te nem írnak valamit kettőnkről? Várj, nézzel, játszik. Frissítem az SMS falat. Azt írja, hogy a Feri jó játékos, a Balázs meg nem. De jó, olyan jól esik, gyerekek, a törődés. Nagyon rendesek vagytok. Szép volt, Jani, csak így tovább írt egy másik hallgató. Hajjá, köszönjük, hogy velünk vagy. Na jól van, gyerekek, jövünk akkor mindjárt vissza. Előtte még egy fontos információt mondjunk el a fővárosban közlekedőknek, a János Kórház környékén közlekedőknek, hogy mire számíthat. Vaddisznóra. Te ezt elhiszed? Gyerekek, most jött a hír, újabb vaddisznók bukantak fel a János Kórház környékén, úgyhogy te ott, aki hallgatsz bennünket, és a fegyvert megint ki akarod rángatni a páncélszekrényből, adj nekik esélyt. Legalább hadd baktassanak át az úton, és a másik oldalon lőd le őket. Tehát várjál egy kicsit. Te ezek jöttek gyászolni. Szegények, a kis elhunytakat. Ezek jönnek így megnézni a többieket, hogy mi történt. Ne lőjétek le őket. Igen, de ha mégis valaki arra jár, akkor azért nagyon figyelmesen, tehát golyóálló mellényben, rohamsisakban próbáljátok elmenni páncélozott autóban a helyszín mellett, mert lehet, hogy az az ember, aki a múlt héten már tevékenykedett, ismét visszatér. Óvatosan. A János Kórház környékén óvatosan. Jó, röngere mentek, fagyizni mentek, villamosoztok, ott megint lövöldözni fognak, higgyetek el. Egy órán belül ott megint valaki kiadja a parancsot, hogy lőjetek le mindent, ami mozog. Nincs más megoldás, itt vannak a dúvanak. De ez van valami csoportos kedvezmény a vadisztoktól, kent a kibavajon valami. Tehát mi az ő, hogy is mondjam, csak apropójuk, hogy szeretnek a János Kórház környékén, mert nem hallották, hogy tegnap halomra lőtték a társaikat, vagy tegnap előtt. Ez nem terjed vadisztok körökben? Nem működik. Vagy jöttek bosszút állni, felkutatják a 12. kerületi lakost, megkeresik és felöklelik? Mit csinálnak? Hát vagy valami vizsgálatra jöttek. Nekem most már az a gyanú, hogy a Jánosban működik egy ilyen vaddisznó részleg. Nem? Hát nem. Az is lehet egyébként, az is lehet, hogy igen, egy hátsó tüdőröngere jöttek, de az is lehet, hogy ezeket már az ORFK vagy a BRFK mozgatja, ezek kamu vaddisznók. Csak azért jöttek, hogy előcsalják a lövöldözőt. De nagy. Tehát, hogy ők egy vadisznó bőrbe bújt emberek, akik most ott négy kézláb melegednek, hogy jöjjön a puskás. Jöjjön a puskás, ezért horvát tizedes, meg kis főtörzs, négy kézlábra ereszkedve, de azt mondja, hogy röfög, Józsi, röfög. Álcázunk. Álcázunk, röfög, ezért hát, ha előjön megint, érted, mint a Kennedy gyilkosság, előjön az, aki lelőtte őket, és újra elő tudják csalogatni. Ezek igazából drón vaddisznók. Ezek már nem igazi vaddisznók.
Ráadásul a Rózsadomra mennek, francolnak is. Figyelj, ott rohangálnak a vasút is, a villamos csinál. Figyelj, ezek bandáznak, de nagyon sokan vannak. Nagyok is vannak, kicsik is vannak. Elképesztő jó felvételek vannak. Hajnali felvételek, még sötét van, állnak az útszélén, megvárják, míg elmennek az autók, a kicsik. Persze, megvárják az ődet, nem. Megnyomta a gombot, látom, megnyomta a gombot. Ne, odaállt ki, négy kézlábról. Ott vonulnak. Első mancsa itt fölemelte, megnyomta a zöld gombot, amivel ugye a gyalogosok átkelését próbáljuk biztosítani. Hagyjad már! Az egyiken még Walkman is van, most látom. Megőrülsz, hallod? És egy, aki lemaradt, az utánuk fut. Jó, gyerekek, óvatosan. Na, jó? Eszetek legyen. Eszetek legyen, ne lőjétek le őket. Igen. A János Kórházán megjelent a legdurvább fantom, ő a lövő fantom. Tehát róla nem lehet tudni, hogy kicsit. Annyi fantomunk van már, most már van lövő fantomunk is. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 4 perc múlva 7 óra, itt vagyunk rögtön. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Ha 7 óra után 8 perccel kicsit gondolkozom, kellett, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, Jani ma nincs, ugye? Ketten hello vagyunk. Jani, ja, Jani ma nincs. Hello Jani, igen, Jani ma nincsen. Ketten álljuk a sarat. Forgat, nyomjuk forgat az ipart. Hős. Igen, dolgozik. Gyerekek, ez mint a Guldenburgok öröksége, ez olyan hosszú lesz ez a sorozat. Gyerekek, ez éjjel-nappal ez fog menni, gyerekek. Éjjel-nappal, a Dallas nem volt ilyen hosszú, se a Guldenburg öröksége, se a Szabszidok, se az Onidün család nem állt ennyi részből. Igen, úgyhogy János dolgozik, van nincsen, kedden már lesz. Milyen jó kimondani, hogy kedden? Tehát ez azt jelenti, hogy akkor hétfőn nem vagyunk, ugye? Így van, három napos hosszú hétvége. Egyébként az egy kicsit ránk is fér. M86-oson Győr felé mindenki rossz irányba, velünk szembe jön, nem értem, mi van az emberekkel. Kaptuk az SMS-t, köszönjük szépen, nyilván valaki humorizál. A János Kórházán nem lehet, hogy sebészeket láttak, nekem úgy felnyúltak, mint a vaddisznó. Köszönjük szépen, valaki egy rövid kis helyzetjelentést adott nekünk, és... Igen, egyelőre. Egyelőre továbbra sincs hír a vaddisznó ügyben, ami foglalkoztatja. Majd lesz, ha megérkezik az emberünk. Az országot. Így van. Covid, majomhimlős, Ertés, Pest is, ez a sorrend, illetve Müller Cecília, ugye? A sor végén. Cecike azt mondta gyerekek, hogy lesz karantén. Hát én úgy örültem ennek a mondatnak, mint nyilván nem. Azt mondta, hogy a majomhimlő egyetlen megállítási módja van a cecinén. De akkor tegyünk mindenkit, a bárányhimlőseket is, akkor most már kezdjünk el mindenkit. Igen, bármi van, tűszentesz egyet, karantén. Migrénesek, karantén, bárányhimlősök, karantén, lumvágósok, karantén. Tehát tegyünk mindenkit egyértelmű karantén. Mondjuk meg, hogy bármi bajod van, karantén. Nem lenne egyszerűbb? Dehogy nem, véletlenül levágta a villamos a lábat, karantén, még elkapom. Fáj a hátad, karantén. Bárányhimlős vagy? Karantén. Nincs semmi bajod? Menjél te is karanténba, az még a biztos. Lehet. Még lehet, ezért inkább menj, biztos lappangsz. Van neked baj, csak lappangsz, menjél te is karanténba. Ugyan nem látszik, ez egy belső vérzés. Karantén! Teljesen megőrült mindenki. Na jól van, meglátjuk, hát majd... Nem akarok soha többet otthon. Jó, a kézűsz, pedig húzos őszünk lesz. Ha már ősz, ugye, egy nagyon érdekes elemzés, azzal kapcsolatban, ugye, hogy mit nyilatkozott egy nagy potentát nemzetközi energiaügynökség vezetője. Van egy ilyen Fatih Birol nevezetű csávó. Ez egy elég nagy koponya egyébként, szóval, hogy ő nem csak úgy odalett, ez egy nagy koponya. A szervezet vezetője elmondta, hogy... Nem tudom, olvastad-e, hogy üzemanyag hiány sújthatja Európát, ami azt jelenti, ugye, aminek már most tulajdonképpen így érezgetjük itt az előszelét, ide bemészt, ki van írva, hogy készlethiány, ott nem szolgálnak ki, ott éppen valaki rendszámot lop és forgalmit hamisít, de hogy már vannak akadozások az üzemanyagban, és azt mondja, hogy nagyon komoly üzemanyagválság jön nyárra, csak hogy még egy kicsit jobb legyen a kedvünk itt a monkeypox és az ukrán háború között, mert hogy nyáron ugye megnő a fogyasztás, és hát itt az orosz-ukrán konfliktus és az elzáródó kőolajvezetés és minden más miatt energiaválság alakulhat ki, ami egyszerre lesz egyébként energiaválság, olajválság és gázválság, és villamos energiaválság, de nem riogatva mondta ezt el. Hanem tényközlés. Csak nagyon érdekesen vezette ő le egyébként, egy német hírmagazinnak nyilatkozott, hogy bizony, hát Oroszország, mivel az energetikai rendszer, a globális energiarendszer ugye meghatározó szereplője, kőolaj, földgáz, exportőr,
szénexportőr volt, és hát ez tulajdonképpen nagyobb lesz, mint a 70-es évek kőolajválsága, mert hogy egyszerre komoly válsággal nézünk szembe, ami lehet, hogy leállítja majd az autós közlekedést. Azt oké, azt értem, hogy nyáron megyünk nyaralni, többet tankolunk. Igen. Na de a gáz, meg a villamos áram, az már hogy abból is használunk sokat a klímák, meg a különböző nagy rendszerek hűtése miatt, de ugye ott vannak a repülőgépek, ott vannak az utazások, ott vannak a nyaralások, ott vannak az autózások, tehát ugye a nyári utazás és a nyári szezon az mind az Egyesült Államokban, mind ugye Európában megemeli az üzemanyag iránti keresletet. És hát egy ilyen válságos környezetben ez ellátási zavarokhoz vezethet, ami azt jelentheti, hogy nyárra odáig fajul a dolog, hogy mondjuk 10 liter helyett már csak 5 liter tankolhatsz majd a kutakon. El kell döntened. Na most nekem eszembe jutott egy csomó jó megoldás, hogy mi lehet erre a megoldás, hogy milyen. Megkérdezzük az elemzőket, hogy itt nem feltétlen azt jelenti, hogy egyből oda jutunk, hogy nem lesz, de el tudok képzelni egy fejadagrendszert, el tudok képzelni egy jegyrendszert, el tudok képzelni egy napot autózásmentesen, hogy a csökkentés bevezessék. El tudok képzelni egy rendszám alapú kreditet, hogy neked egy rendszám alapján egy informatikai rendszerbe, mondjuk te 2 héten belül 50 litert használhatsz el, és nem lesz neked több az autódra. És akkor páros számúak azok tankolnak két főn. Valahogy ezt vissza kell fogni, igen. Úgyhogy komoly hiánnyal számolnak, és azt mondják, hogy nem csak a nyersolajimportból, hanem a feldolgozott olajtermékek behozatalától is nagyban függ a dolog, de hogy komoly ellátási zavarok lesznek. Ha jegyrendszer lesz, akkor én már látom, hogy ki nem megy nyaralni, Laci. Laci nem akar menni nyaralni az idén, átveszük tőle a jegyrendszert, hogy lejussunk Balatonra. Beletankoljuk az autójába, egy csővel leszívjuk, és átteszünk a mi autóba. És akkor én el tudok menni a Balcsira, óriási. Egyébként ez jó megoldás lenne, igen. Ugye azt mondják, hogy itt van, benne van Kína is. Kína azt mondja, hogy akkor én exporttilalmat dobok be, és egyelőre inkább kiszolgálom a saját fogyasztóimat, de nem viszem ki a nemzetközi piacra, amit én megtermelek, mert tudom, hogy az most ott rázós, lehet, hogy hiány lesz, inkább bent tartom. Oké, csak ez gazdaságilag... Hát igen, de ez is ugye fokozhatja a hiányt a piacon. Mert eddig eladtad a, mit tudom én, a kőolajadat, és most azt mondod, hogy nem, mert a belső használatra kelleni fog majd a dolog, tehát az viszont a nemzetgazdaságból lesz egy óriási kiesés. Tehát jól még ők se járnak, akiknek van üzemanyaga, mert ugye a bevételt fogod ezzel csökkenteni az eladott olajból. Igen, igen. Na mindegy, érdekes a dolog, úgyhogy mindjárt felhívjuk a mi Erste olaj- és gázipari elemzőnket, csak mondja, hogy néz ki egy ilyen hiány. Nem is arra gondolok, hogy nincs, hanem hogy elképzelhető-e tényleg valamilyen kreditrendszer vagy jegyrendszer. Tehát megérjük azt, hogy jegyre fogunk tankolni. Meg. Tehát ugye, hát nézd, most már ugye a nagy kereskedők azok tényleg lehet, hogy ugye kivonulnak Magyarországról, ha mondjuk sokáig marad ez a 480, marad a MOL. Na most nem csak azért nincsen benzin, mert egész egyszerűen az oroszoknak itt szankcióik van, hanem a MOL nem tud kiszolgálni. 60%-ot terített eddig, a most lehet, hogy 90 vagy 100%-ot kell terítenie. És erre nincs kapacitás. Tehát egész egyszerűen nincs kapacitás. Ezért van az, hogy bemész egy Shell-kútra, és lehet, hogy ott meg már nem tudott megállapodni a MOL-lal, és nincsen nafta egész egyszerűen. OMV? Hát az OMV az hozza, azt hiszem azok ilyen tankerhajókon hozzák, de most abban meg benne van, hogyha alacsony a Duna, akkor azok meg nem tudják nagyon megrakni ezeket a tankerhajókat. Basszus, minden ellenünk van, gyerekek. Plusz még ugye itt aztán kicsit ott, hogy az ukránok azt mondják, zárnak egyet a barátságkőolaj vezetéken, akkor meg már onnan se cseperek semmi, úgyhogy ilyen több frontos támadás zajlik most. Mindenesetre ez nem egy hülye csávó, tehát egy érdemes elolvasni a cikket, hogy mondja a kormányoknak, hogy már most kezdjenek el agyban arra felkészülni, hogy nyárra azért itt komoly ellátási gondok lehetnek, és hát aztán ott vannak az ipari fogyasztók, és minden más, szóval érdekes. Mi meg ma megyünk egy kis jegyrendszerre, vagy páros páratlannal, vagy vasárnap nem autózunk. Hát vagy megy a dílerkedés, mondom, aki nem akar nyaralni, attól jó pénzért átveszed. Ennyi. Illetve nekem van otthon még kígyósan egy 6000 literes volt ilyen olajtartályunk, később bor készült benne, de erről nem akarok beszélni már, ugye elévült. Azt most, ha megtöltöm, akkor meg vagyok. Én szerintem sokan töltögetik. Tehát, hogy az ellátási hiányok egyik oka az, hogy azért még mi most szerintem azért, tehát ahány házit, meg lakás, meg alaksor fog fölrobbanni a következő pár hétben a hirtelen rágyújtás, cigarettázás miatt elfelejtett. Honnan volt magának ennyi üzem vagyok? Öcsi, nem mondtad, hogy ne itt dohányozzak, mikor te már letároltál a saját garázsodba 300 liter üzemanyagot, most még 480 ér majd, amikor meg 800 lesz, milyen jól fog jönni, hogy egy hónapig nem kell tankolni. Mivel másfél literes kólás üvegbe fogod tartani őket? Igen. Azt is látom magam előtt.
Na itt van Plecser Tamás, az Erste Olaj és Gázipari elemzője. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Ciao. Ez a Fatih Birol, ez egy jó kvalitású csávó, ugye? Ti erre így odafigyeltek, amit ő mond? Ő egy nagy koponya állítólag így a szakmában. Hát igen, ő egy nagyon, nagyon ismert és nagyon, hogy is mondjam, tehát egy nagy koponyának számít valóban, ugye a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője most már jó pár éve, az pedig az egyik legfontosabb szervezet, amire egyébként az olajpiac figyel. Na most ő azért ezt így finoman elmondta, hogy üzemanyag hiány jöhet nyáron, ami már nem azt jelenti, hogy az egyik útról átgurulok a másik útra, hanem effektíve jelentheti azt, ugye, mert ő úgy fogalmazott, hogy egyszerre van olajválság, gázválság és villamosenergiaválság, hogy sokkal-sokkal súlyosabb krízis lehet, mint az eddigiek. Te is ennyire pesszimista vagy, vagy igazat adsz neki, hogy ez tényleg gáz lehet most nyáron? Hát nézzetek, itt már elég régóta figyelem az olajpiacot, és az mondjuk tény, hogy ilyen alacsony készletszintet én nem igazán láttam még így a karrierem során. Tehát itt ugye Európában vannak bizonyos helyek, ahol a becsések szerint 40 nap alá esett most már a készletmennyisége, tehát 40 napnyi fogyasztásnak megfelelő készlet van, az nagyon alacsonynak számít. De egyébként globálisan is az a helyzet, tehát ha megnézed Szingapúrtól New Yorkig, lényegében a tárolók mindenhol üresek. Ami azt jelenti, hogy ez egyszer csak elfogy. Na most ugye a pótlás az meg az orosz-ukrán konfliktus miatt, és az Európai Unió embargója miatt nehezen valósul meg, vagy lehet, hogy egyáltalán nem tud megvalósulni. Hát ez csak az egyik tényezője ennek a játszmának. Itt alapvetően arról van szó, hogy a Covid után nagyon erőteljesen visszajött a kereslet. Másrészt itt a Covid időszak alatt nagyon sok finomítót bezártak, hogy akkor már arról szólt a fáma, hogy hát itt vége az olajiparnak. Én emlékszem 2020-ban a British Petroleum vezetője azt mondta, hogy gyakorlatilag az olajkereslet elérte a végét, itt mindenki majd húzza le a rolót. Hát nem ez lett. Hát nem is tudod megoldani, pont erről beszéltünk valamelyik nap, hogy itt van az elektromos autózás, de ha ma mindenki úgy döntene, hogy átáll az elektromos kocsira, azt egyszerűen nem lehet kiszolgálni. Ugye? Tehát, hát ez nyilván, persze ez így van. Tehát én azt látom, hogy azért az olajkereslet még legalább egy évtizedig emelkedni fog. Ezen kívül hát ugye a személyautózás az csak egy része ennek a játszmának, hogy a magát a kőolajat nagyon sok egyéb felhasználásra használjuk, tehát nem csak személygépkocsikon áll, nehézgépkerbekre, ugye repülésre, műanyagiparba, tehát nagyon sok helyre használjuk az olajat. Persze, óriási a kereslet. Hogy nézhet ki szerinted egy ilyen, mondjuk nézzük csak mondjuk az olajválságot, aztán az gázválság, energiaválság, hát itt van egy csomó minden most, villamos energiaválság, ugye. Kialakítunk majd egy ilyen páros-páratlan rendszámot, mondjuk nem azt a variációt nézem, hogy egyből elfogy, hanem hogy mondjuk tényleg nagyon szűkös lesz a kínálat. Itt ugye felvetette az emberünk, hogy vezessünk be autómentes napokat majd a kormányoknak, például vasárnap, vagy jegyrendszerre, vagy kreditrendszerre tankolnak az autósok, akár mi Magyarországon itthon nyáron. Valami ilyen megoldásba kell gondolkodni? Elképzelhető, tehát én már több cikket olvastam az Egyesült Királyságból is, illetve Németországból is, hogy a nyári időszakban gondolkodnak azon, hogy függesszik fel a piaci viszonyokat. Ez magyarán azt jelenti, hogy akinek feltétlenül szükséges az üzemanyag, az megkapja, tehát úgy ígértem mondjuk, hogy mezőgazdasági termelők, szállítók, illetve mondjuk közszolgáltatók, tehát mentő, tűzoltó, rendőrség, és hát mondjuk a magánautósoknál pedig lenne mondjuk egy havi limit. Hát azt mondják, hogy mondjuk XY rendszámra havonta csak 30 vagy 50 liter üzemanyagot adunk. Különben, ha meghagyjuk a piaci viszonyokat teljesen érvényesülni, akkor könnyen elképzelhető, hogy elszállnak nagyon az árak, míg a mostani szinthez képest is. A V8-as biturbósok retteghetnek 30 literrel, mi? Hát 30 liter, ha csak nyomunk egy start gombot, akkor elindulunk, felmegyünk egy emelkedőn, az már 45 liter. Na most az van a világon, akkor ezek szerint úgy néz ki a dolog, hogy olajunk van, felvevő piacunk van, és csak a finomításon múlik oda, nem lehet embereket toborozni, nem lehet fölvenni. Tehát a finomításon bukik el. Gyakorlatilag az a szűk keresztmetszet most igen. Tehát itt két év alatt bezárt a világkapacitásának 5%-a, miközben az új projekteket Kínában, meg a Közel-Keleten nem igazán tudták befejezni, mert a Covid miatt ugye nem lehetett összehozni az embereket. Úgyhogy most egy ilyen ideiglenes hiány van, ami valószínűleg 1-2-3 évig fennmaradhat. Lényegében ez a szűk keresztmetszet. Tehát mondok egy konkrét példát, egy dízel, a dízel esetében egy hordónyi dízel ára jelenleg Nyugat-Európában $200. Tehát igazából a dráma nem is a kőolajpiacán van, hanem sokkal inkább a termékpiacon.
Na most ugye tulajdonképpen most még a hazai kutakon, ami mondjuk nem MOL, mondjuk Shell, akkor ott azért nincsen, ugye, mert még van olajunk tulajdonképpen, csak itt ilyen ellátásbeli problémák vannak, ami azt jelenti, hogy olyan nagy kereskedők lényegében mondjuk a MOL kivételével akár gondolkozhatnak, úgyhogy kivonulnak a magyar piacról, vagy addig felfüggesztik a működésüket, amíg hatósági áras az üzemanyag. De MOL-nak inkább akkor most ilyen pillanatban logisztikai problémái vannak, ha jól értem, mert nem tud mindenkit kiszolgálni a 70%-os piacát, neki most mondjuk 90%-ra kellett felemelni. Jól gondolom, vagy jól értelmezem a helyzetet? Ezt teljesen jól látod. Náluk egyébként a legszűkebb keresztmetszet, ahogy én tudom, az elsősorban a kiszolgáló gépjárműveknek a száma, illetve a sofőrök száma. Tehát magyarul úgy működik a MOL, hogy ugye lefinomítja Szászombatán az olajat, termékvezetékeken ezeket elszállítja az ország különböző pontjaira, de azokra a pontokról, hogy elszállítsd a benzinkutakhoz, ehhez ugye tartályautóra és személyzetre van szükség. Most itt vannak ők a legnagyobb bajban jelenleg. Aha. De nem lehet, hogy ez egy ugyanaz, mint itt írják a hallgatók, hogy emlékezzetek vissza az AdBlue botrányra, hogy az volt, hogy el fog fogyni. Mindenki mondta, MOL is mondta, hogy nem lesz, de elindult a felvásárlás, 100-ról fölment literje 600-ra. Ez nem egy ilyen burkolt áremelés, hogy gyerekek, finomítóba embert kell fölvenni, venni kell kamiont még, hogy elérjen hozzátok a benzin, tehát drágább lesz. Itt ugye mindig az a helyzet, hogyha kialakul egy ilyen szituáció, amikor az emberek elkezdnek félni az ellátás biztonságtól, akkor mindenki elkezd felhalmozni. Tehát ez ugye ezt a magát az egész szituációt egy kicsit felgyorsítja, vagy felpörgeti. Én ezt látom igazából veszélynek. Ha nyugodt lesz a nyár, akkor azért jó részt én azt gondolom, hogy meg lesz az ellátás. Hát akkor nem vagy ennyire pesszimista. Én nem vagyok annyira pesszimista, de az tény, hogy egyébként, amit Fatih Birol mondott, az teljesen jogos. Tehát valóban a nyugati világban, sőt, tulajdonképpen az egész világban alapvetően hiány van most termékből. És hát ahogy említettem már, hogy a termékek ára emelkedik igazából, nem is a nyersolajára. Aha. Na most azt tudjuk, hogy nyilván kicsit teoretikus a kérdés, honnan tudnád, de hogy mondjuk itt a barátság kőolaj vezetéke még meddig jönni, ez a kis nagyon finom illatú uráli olaj, ami ott jön, mert azért ha ott azt úgy döntenek, hogy ezt nagyon gyorsan elzárják, akkor aztán igazán nagy bajba leszünk. Ugye Magyarország most még kivételt kapott, hogy ne kelljen bevezetni az olajembargót, ott még azért úgy csurdogál valami, de ha mondjuk úgy döntenek, hogy ezt elzárják, akkor honnan a fenéből lesz nekünk például olajunk? Hát azért az Adria kőolajvezetékről lehet szállítani hozzánk szerencsére. Azért tárgyalunk most a hormányokkal. Igen, sajnos nem akkora mennyiséget, mint amennyire teljesen szükségünk van, de nagy részét, 80%-át el lehet most is már szállítani. Nyilván azért tárgyalunk a horvátokkal, hogy ezt fel lehessen 100%-ra vinni. Különösen akkor, hogyha ezen a barátságon egyszer megszűnik az ellátás. Az egyébként egy csoda, hogy ott még mindig jön az olaj, mondom, mert ugye háborús övezetem megy keresztül. Én nem tudom, hogy mikor lesz egy olyan pillanat, amikor valaki abban a vezetékbe belelő. Vagy belelő, vagy azt mondja, itt a vége. Na. És elzárja, és akkor már ez a barátság nem annyira barátság kőolajvezeték, nem? Tehát, ez pontosan így van. Én azt látom, hogy racionálisan egyik félnek se lenne ez érdekel, de hát annyi sok irracionális lépést láttunk sajnos, akár orosz, akár nyugati részről is, hogy igen, ez sajnos benne van a pakliban. A MOL dönthet úgy egyébként, hogy külföldre jobbáron inkább nem ad el, és feltölti a magyar piacot, mert ugye az ellátási hiány abból is lehet, hogy ők továbbra is értékesítenek külföldre, nyilván nem 480 forintért literenként. Hát ugye ők vállalták azt, hogy Magyarországon ellátják az országot, mivel hogy a szászombatai finomító kapacitása egyébként kevés a magyar fogyasztáshoz képest. Most gyakorlatilag alapvetően ebből a finomítóból szinte teljesen csak a magyar piacot látják el. Sőt, hát ugye szállítani kell még külföldről is ide. Tehát mondjuk a pozsonyi finomítóból, vagy ott finomított termék, az eljön a magyar piacra is. Ha meg az ÖMV küldene a Dunán, ott meg mondjuk egy alacsonyabb vízállásnál meg nem tudnak túl sokat küldeni. Tehát ez őrült szexi lesz így akkor. Minden, mi az egyiket elzárják, a másiknál apad a Duna, mi meg itt állunk majd, hogy te szerdán autózol, én meg pénteken. Ki mikor jön be, vagy átjárunk az osztrákokhoz tankolni. Igen. Hát igen, az elmúlt azért 20-30 évvel egy szerencsés időszak volt, hogy ilyet nem kellett megélnünk, reméljük most se kell. Az tény, hogy most azért a rendszerek eléggé a kritikus szinten vannak. Tehát ilyen erőteljes próbája azért még az elmúlt 30 évben nem volt ezeknek az ellátási rendszereknek, globálisan is, mint most különben. Szerinted lehet, hogy fejadagrendszer lesz tényleg nyáron? Lesz egy, mint a Lisztnél, meg régen a kenyérnél a háborúban, lesz egy ilyen kreditrendszerünk, vagy egy jegyrendszerünk, nyilván elektronikusan is rendszám alapján kapunk, nem tudom, heti 150 liter. Ezt elképzelhetőnek tartod? Ezek az ötletek komolyan felmerülnek nyugaton, hiszen azt látják, hogy ha valahogy
adminisztratívan nem állnak útjába ennek a nagyon masszív keresletnek, akkor az egész közösség sokkal rosszabbul járhat, hiszen mondjuk lehet adott esetben egy 5 eurós dízelár, az pedig mindenkinek nagyon rossz. Én azt hiszem, hogy ideiglenesen érdemes lenne megfontolni egy ilyen dolgot, tehát ez mondjuk elsősorban nyári hónapokra lenne csak érvényes, ilyenkor egyébként a szezonálisan ilyenkor a keresletnek a csúcsa. Aha. Tehát ez a július, augusztus, szeptember, ez a csúcs, utána a téli időszak azért mindig kisebb. Aha. Igen, de akkor mi személyautósok vagyunk ennek a sornak az elején tényleg. Tehát, ahogy mondtad, az ipari fogyasztók fontosak, a gyárak fontosak, a mentők, rendőrök, nem tudom, fontosak. Tehát mi lennénk, mi vagyunk a sor legelején, akiket mondjuk szankcionálnának. Igen, a személyautók, ez kicsit pont fordítva van, mint amikor a gázellátás mondjuk megszűnik. A gázellátásnál nyilván a lakosság a legfontosabb, tehát őket szankcionálják utoljára. De mondjuk az üzemanyagoknál a személyautók vannak az élen, tehát ők azok, akik elsősorban, ők a legkevésbé ugye érzékenyek tulajdonképpen a gazdasági aktivitásra, hogyha őket korlátozzák, úgyhogy valószínűleg, ha szankciók lesznek, vagy ha ilyen korlátozások lesznek, akkor velük kell kezdeni. Te látsz egy ilyen 900 vagy akár 1000 forintos literenkénti üzemanyag árat? Ugye mi még most szerencsések vagyunk, 480-ért tankolunk. Benne van ez a piacban? Ugye most ilyen 7-800 forint között mozog, attól függ, az oroszok böfögnek még kettőt, vagy az ukránok, vagy az unió, és akkor azonnal ugrik. Egy-egy mondatra is ugrik most az olajár, ugye? Benne lehet a pakliban egy 900 vagy akár 1000 forintos olajár? Hát a számokat én nézem, egyelőre a keresleti oldal még olyan érdemi jelentős reakciót nem mutatott. Tehát biztos, hogy lesz egy olyan ár, ahol azért a világ elkezdi letenni az autót, és letenni és csökkenteni a fogyasztást, ahol lehet. Én nem látom, hogy még ennél a pontnál lennénk. Tehát ez sajnos azt jelenti, hogy még lehet ebben fölfelemenet. Azt szoktuk mondani ugye a magyar autósra egyébként, hogy előbb eszik inkább vajas kenyeret vagy zsíros kenyeret, mert az otthon a konyhában nem látszik, de az autót nem teszi le. Na de akkor most csak erősíts meg ebben, hogy jól látom, hogy a szankciók kiválóan működnek Oroszország felé, hogy egyébként az európai fogyasztók fizetik meg a szankciók árát a 800 fontos üzemanyagára, miközben a rúbe hasít. Tehát akkor mondhatja azért, ez így remekül van kitalálva most ez a rendszer így, nem? Én nem vagyok a nagy híve ennek az olajembargónak, azt el kell mondanom, és ezt többször ki is fejtettem. Igen. Tehát hát ez most az európai fogyasztók fizetik meg, mi fizetjük meg az oroszországi szankciókat. Tulajdonképpen igen, illetve nem csak mi egyébként, hanem mindenki más, tehát a kínai fogyasztó is megfizeti, hiszen a kínai fogyasztónak is nagyon drága lett ezáltal a kőolaj, illetve a finomított termék is. Azt hiszem, hogy nem a legjobb módszer, amit választottunk. Tehát én azt gondolom, hogy a szankciók nagy részével egyetértek, ezzel a szankcióval nem feltétlenül. Tehát a rubel nem omlott össze, igazából ezeket mi fizetjük, tehát hogy azért ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, hogy olyan akarjuk őket büntetni, de egyelőre úgy néz ki, azért magunkat is büntetjük ezzel jócskán. Hát igen, ugye Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, gyakorlatilag pariba van ugye a másik két naggyal. Tehát egy ilyen nagy országot szankcionálni az egy elég merész dolog. Igen. Sajnos egyébként. Hát igen. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sok biztató dolgot hallottunk. Nagyon. Én veszek egy 50 literes kannát. Tamás, még egy utolsó kérdés. Elektromos autóval jársz? Nem. Tehát nekem is hagyományos benzines autón van, úgyhogy... És mennyi van már letárolva a garázsban? Nem. Személyesen is azért érint ilyen értelemben a dolog, tehát én is magánszemélyként is ezt minden nap figyelem, persze. Atya Isten. Na jól van, hát érdekes elünk lesz. Köszi, hogy elmondtad ezeket, jó munkát nektek, köszi. Köszönöm. Köszönjük szépen, Lecser Tamás az Erste Olé és Gázipari elemzőjének. Gyerekek, hát akkor... Nagy a baj. Arccal a nyár felé. Most tartózzatok, amin még van nafta, mert utána ültök a seggeteken. Vegyetek szép kerékpárokat, én a kerékpáros turizmus, hogy menjetek vitorláshajóval, abban nem kell üzemanyag. Mondjuk nem én nézegettem tegnap elektromos autókat kettünk. Hát nézegettem. Aztán megfejtettem, hogy ez se a jövő sajnos. Nem ezt fog bennünket megmenteni. Az emberiség egy újabb illúzióba ringati magát, amit úgy hívnak elektromos autózás, sajnos. De egyébként gyönyörűek az Insta oldalamon fenn vannak. Csodaszép mindegyik, de nem vagyunk kint a szarból. így azt is. Nézd meg, miből állítják elő a villamos energiát. Miből állítják elő? Miből lesz a Földön nagy része a villamos energia? Fosszilis tüzelőanyagból. Így van, ugye? Meg szén. Úgyhogy kiváló. 7:30 pontosan jövünk a hírek után. Mindjárt. Folytatódik! 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye itt az elektromos autózással kapcsolatban hagytuk abban, vagy ezzel kapcsolatban hagytuk abban. És Balázs írja, jött egy Viber hozzászólás, hogy nem mond már, hogy minden fosszilis anyagból állítják elő az áramot, nem lehet az egyik napról a másikra átváltani megújuló energiával, a hozzáállás a lényeg.
Így szoktam mondani a kollégám is, amikor mondom neki, hogy én hogy csinálom a szelektív személygyűjtést, erre ő semmi értelme, mert én csak 0,5%-ba tartozom azon embereknek. Nem ezt az SMS-t akartam beolvasni. De jó SMS. De jó volt, jó volt. Jó volt. Neki, hogy ő is szót kapott. Igen. Volt egy másik okfejtés. Amíg megkeresed, addig csak egy gondolat, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy néhány évvel, évtizeddel ezelőtt elkezdődött az a fejlesztés az autóiparban, amikor elkezdték kitalálni, hogy 100 kilométert hogy tudsz megtenni mondjuk 3 liter benyával. Emlékszel, nem voltak ezek nagy autók, azt mondom, a Volkswagen csinálta, a Lupo, vagy mi volt a neve, és akkor abban elkezdtek dolgozni, hogy akár 1 literrel is el lehet menni 100 kilométert. És ez eltűnt. Ez nincs. Pedig, ha belegondolsz, hogy most egy átlag autófogyasztás 8-10 liter, ha ezt le tudnánk vinni csak 3-ra vagy 4-re, tehát felére, akkor gyakorlatilag a lakossági felhasználás 50%-kal csökkenne. De ez nincs. Most az autók, érted, 8 literes fogyasztás, azt mondod, ú, de jó, már most megvagyok 10 alatt. Hogy ez miért dől dugába? Nincsenek kis autók, nagy igen. Autók vannak. Nagy autók. Na jó, nagy de autók akkor vannak. Oké, van a 15 literes fogyasztású nagy autó. Azt na, vannak valahogy... azért ezek a 8-9 litert fogyasztó autók is szerintem. Egyébként nyilván, ha van napenergiád, abból te töltesz, akkor valójában tényleg nem a földet mented meg, mert ez is zsákutca. De a pénztárcádat mindenképpen. Neked van minden zsákutca. Nekem van minden zsákutca. Nem azt hiszem, hogy jön majd valami okosabb. Nem a napelemre mondom, hanem hogyha tehát az elektromos autó inkább tényleg pénztárca kimélő, sem mint föld megmentő opció, szerintem. Én azt szokták mondani, szóval, a gazdagok takarékoskodása. Mondhatni így is, de ha mondjuk te napenergiával, napelemmel töltöd az elektromos autódat, arra tényleg jó, hogy mondjuk a pénztárcádban maradjon. Több, mint ha mondjuk egy benzin vagy gázolajos autód lenne. Tehát én ezt értem. Azzal vitatkoznék, hogy ez majd megment bennünket. Szerintem jön valami sokkal okosabb dolog. Hidrogénhajtás. Mit tudom, én nem tudom, valami, ami tényleg egy csepp tiszta vizet nyom majd ki a másik oldalon, és csókolom, és megvagyunk. És jön valami nagy koponya, aki majd ezt így elnyomva az olajlobbit, és a kőolaj, és az OPEC országokat, valahogy ezt túléli, és ezt létrehozza. Ő már az elektromos autó nem megoldás, az elektromos autózás pénztárca kímélőbb lehet, hogy aztán te miből nyered az elektromos energiát, ez is egy érdekes dolog. Ha napelemmel, akkor azt adom, hogy az rendben van, az tényleg pénztárca kimélő. Na de várj, de ne ringassuk magunkat, nem fogjuk a földet megmenteni, a pénztárcánkat fogjuk megmenteni. Igen, szerintem fantázia ezért van inkább. A rombolása az elektromos autónak az nem a töltésével történik, azzal is történhet, az előállítással. Az előállítással történik, igen, de akik elektromos autót vesznek, lehet, hogy ezzel tisztában vannak, ők azért veszik ezt, mert azt mondják, hogy én szeretnék egy évben, két évben, öt évben mondjuk ennyi és ennyi pénzt megspórolni, és erre én kiépítettem azt az infrastruktúrát, amivel meg tudom spórolni, mondjuk lásd napenergia, és azon belül mondjuk az autótöltés. Ez így rendben van, ezt adom. De az, hogy ez milyen, mekkora az ökológiai lábnyoma, ezt most már azért a nagy lobbik is tudják, hogy ezt végig kell tolni, mert óriási pénzt fektettünk ebbe bele, és iszonyatosan erős a lobby, hogy mi elektromos autókat gyártsunk, adjuk el, és promotáljuk, és mondjuk azt, hogy ez milyen jó majd a világnak, de valójában nem, mert az ellátási lánc, az előállítási lánc, a szállítási lánc, és ezen autók utóélete és környezet szennyező lábnyoma, az legalább akkor, ha nem nagyobb. Dél-Amerikában kibányásszák hozzá az anyagot, azt átviszik Kanadába, ahol megcsinálják az akkumulátort, Kanadából átviszik Japánba, ahol legyártják az autót, majd visszahozzák az autót Európába. Hát ha megnézed, hogy hány konténerhajó hány kilométeren keresztül mennyi gázolajat égetve utazik, és aztán ebből utána mi lesz majd az aksikkal, és az hova tudják, és az mennyi dolog bomlik le, akkor rájössz, hogy nem vagyunk kint a vízből. Anyagilag lehet, hogy kint lehetünk. Úgyhogy ezért egy érdekes, a Toyotának már van hidrogénhajtású autója, de aki feltalálta, az halott. Az OPEC országok nem nyilatkoznak az ügyben. Eltűnt egyszer csak egy kiránduláson. Igen. Az emissziók miatt nincsen kis fogyasztás, normális motor, meg semmi, ezt Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M0-áson nagy tartsa felé komoly dugó van, 2 kilométeres. Vigyázzon mindenki, ha lehet, akkor kerüljétek el azt a részt. Jó? Osztálykirándulás? Hallottad, mi történt? Magyarország. Nem, megy a gyerek jövő héten. Hadd szóljon. Hány naposra megy a gyerek? Egy naposra. Jó. Akkor szeretném neked elmondani, tanítsd meg a Somának, hogy amikor látja a buszt elmenni, akkor ő legyen az első, aki felszáll. Tehát sose várja meg, amíg az osztálykirándulás busz elmegy, ugyanis elvittek egy osztályt osztálykirándulásra, Eger, Szilvásvárad, Szalajkövöld. Hát milyen gyönyörű. Ez szép, azt milyen gyönyörű. Szerettem én is menni. És már ültek a buszon a gyerekek, amikor jelezték 2-3, hogy a Pistike meg a Rolika az úgy ott nincsen meg.
Valaki ült az előbb mellette. Tanárnéni! Valaki nincs, egy óriási balhé van az ügyből, ugyanis kiderült, hogy ezeket a gyerekeket, ezeket ott felejtették az osztálykirándulás valamelyik helyszínén. És hát egy kecskeméti iskolával történt, hogy egész egyszerűen nem volt létszámlálás. És ott hagyták a gyerekeket. Ugye ez most az osztálykirándulásnál azért egy jó téma, hogy trenírozd a gyereket arra, hogy igen. Hogy tud, fogja meg a társa kezét, lehetőleg ismeri a társát, és mindig maradjon vele együtt. Kisfiam, a záródó ajtó nem jó omen. De arra figyelj, hogy akkor mindig belül legyél. Helyszínen maradtak, vagy már csak a buszra nem szálltak föl, azt úgy meglettek egyáltalán. Igen, meglettek a gyerekek, egy szülő írta, hogy osztálykirándulásra vitték a gyermekemet Eger Szilvásvárad környékére, ez önmagában nagyon dicséretes gesztus, a környéki szép volt, viszont milyen dolog önök szerint, hogy miután elindultak haza, bizonyos eltelte idő és távolság megtétele után vették észre, hogy ott maradt két gyerek. Tette fel a költői kérdést a szülő egyébként egy közösségi oldalon, és nem is a tanár, hanem a diáktárs vette észre. Visszafordultak egyébként, aztán gyorsan visszamentek a helyszíre, és megtalálták a gyerekeket, ott akik valószínűleg ott áldogáltak. Na most régen azért volt egy névsorolvasás, bizony, nem? Igen, vagy volt, egy, név... ilyen, volt egy ilyen létszám ellenőrzés jellegű dolog. Igen, megszámoltak bennünket, én határozottan emlékszem, mert mindig, amikor föl kellett szállni a buszra, akárhol is voltunk, vagy vonatra, tök mindegy, akkor ott állt a tanárnéni, vagy a tanárbácsi, és számolt, hogy 1, 2, 3, 4, 72, meg vagyunk, indulhatunk. Tehát még ha nem is a neveket számolod, de legalább a számot. Igen, itt az történt, hogy itt több busszal mentek, és a két diák, a két kis csintevű, a két kis rosszalkodó, az kérte, hogy ők hagyszáljanak a másik buszra. Aha. És talán azt mondta, hogy rendben van, akkor ti utazatok a másik buszon, de ők az arra se szálltak föl. Érted? Úgyhogy és a másikon meg ugye nem máshogy lenni. A másik buszon meg nem hiányzott. Nem hiányoztak, hiszen ott meg volt az eredeti létszám. Ja! Igen. Hogy akkor itt a gyerekek sumákoltak ebben a dologban. A két kis csintevő nem szállt föl. Most ha van náluk mobiltelefon, az egyszerűbb. Ugye? Igen. Tehát mondjuk van egy 6.-7. gyereked, azért az csak fölhívott tanárként, hogy figyelj Pistike, ott maradsz a busz megállóba, visszamegyünk, érted, nem mozdulsz, nem mész sehova. Oké, csak ahhoz, hogy föl tud hívni, előbb tudnod kell, hogy kik az eltűntek. Ugye? Mert ott az van, hogy ha a létszám nem egyezik, az csak kettővel kevesebb, de még ott nem tudod a neveket. Akkor megkérded a diákokat, hogy mindenki nézze meg maga mellett, hogy itt van-e az, akivel utazott, és ha nincsen, akkor mondja a nevét. Utána ezt kikeresed valami listából, tehát a busz ekkor már Kecskemét alatt volt, mire kiderült, hogy kit kell fölhívni. Szülőként teszem, felháborodnál egyébként, hogy ott marad a gyereket? A gyerek. Nekem háborodnék föl, hogy lehetsz ekkora hülye. Hogy nem szállsz fel a buszra. Igen, hogy látod, hogy megy a busz. Mi az Istent variáltatok már megint, Soma? De ez mekkora osztály, hogy két busszal kell őket vinni? Valószínűleg iskolai kirándulás. Százan vannak? Vagy hány gyerek? Kevés a pedagógus mostanában, az van, hogy összevonás. Érted? De valószínűleg az történt, hogy mondjuk a komplet 7. osztályosok mentek el. Tehát, hogy ez nem egy osztály volt, hanem több osztály volt, és akkor így lett a keveredés. Hát meg gondolom, az lehet, hogy ugye tulajdonképpen azért ez a tanár hiány jellegű dolog, azért ez egy osztálykiránduláson is fent áll, hogy volt nem ugye egyik tanár, másik tanár, plusz a kísérő tanár, meg a kísérő szülő, de az a tanár hiány, ami most van mindenhol, az lehet, hogy az van, hogy egy tanár visz két osztályt, a másikben marad még tanítani a kisebbeknek, mert ugye, vagy ha nem tudom, érettségiztet, vagy dolga van, vagy adminisztratív feladat, tehát hogy nem is tud annyi tanár menni valószínűleg az osztálykiránduláson. Na jó, akkor nem? Én itt jövök a bunkószülő, és miért nem vittek szülőkísérőt magukkal, mert ha jól tudom, akkor 6 főként kell. Egy felnőtt kísérő. 6 főként egy. Az azt jelenti, hogy egy 24 fős osztályba kell neked 4 szülő, vagy 2 tanár, 2 szülő. Hagyjad már, mikor megy 2 tanár, 2 szülő? Esküszöm, hát van valami jogszabály erre, gyerekek, hogy X gyerekenként kell egy felnőtt kísérő. Az nem tudom, mennyi a szám, majd biztos valaki megírja, aki ehhez ért, de kell, hogy legyen. Tehát olyan nincs, hogy a két busszal egy pedagógus ment el, meg 150 gyerek. Jó, akkor legalább az egy-egy buszon kellene egy-egy pedagógusnak lenni. Énként megjött a megfejtés, nagyon egyszerű, valószínűleg nem matek szakas tanár volt a kísérő tanár. De rohadérú fajta. De nagyon egyszerű a történet, valószínűleg annyira van szó, hogy igen, inkább humán beállítottság volt a tanár úr, ezért igazából nem számolta meg a 36 vagy 38, mindegy. Hadd szóljon. Az osztálykirándulás a legjobb dolog az egész évben, ami történt a szülőkkel, láttam. A gyerekekkel és a tanárokkal. De komolyan mondom. A gyerek nincs otthon, a gyerek két napot nem alszik otthon, elmegy, jól érzi magát, végre van egy kis nyugtod, és legálisan van két estét, ha mondjuk mind a két testvér elmegy, arra, hogy kicsit kifújt a gőz. Szóval, hogy azért ez nem egy rossz intézmény, ne vegyük el tőlük az osztálykirándulást. Menjenek csak jó hosszú időre, kiránduljanak csak nagyokat, és lehetőleg járják be a kínai nagyfalat. És ha ott marad, akkor ott marad, majd hazatalál. Ezeknek a diákoknak azért ez milyen jó lehet, nem? Hát milyen kaland.
a kettőnek, aki elmaradt. Azt már látom magam előtt, hogy felháborodott SMK-sok már verik az igazgatóirodát ebben a kecskeméti iskolában. Figyelj, tehát, hogy most... 4 SMK-s szülő már megrohamozta az irodát, mire a gyerekek busszal megérkeztek, már hatalmas nagy táblákkal és feliratokkal várták, hogy az osztályfőnök mondjon le, és lehetőleg itt egy statárium döntsön arra, hogy azonnal akasszák fel a busz mellett. Micsoda felelőtlenség, hogy elvesztettek két gyereket. Picit az egyébként, de most ha belegondolunk, mindig át kéne állni egy másodpercre a másik oldalra, hogy ott van szerencsétlen pedagógus, neki nem öröm az osztálykirándulás, mert a csontjáról a húst leeszik a gyerek. Szerinted igen, nem szeretik a tanárok? Hát most megvan a kép, reggel már odaállsz, milyen a busz, a hülye szülővel hadakozol, aki már ott, hogy a Zolikának a sajtos szendvicsét, ezt arra tessék vigyázni. Fie, azt adom, hogy a szülő nyugodtan hadakozó, hogyha szar a busz. Nem a szakbusz. Álljon bele és szállítson a gyereket, ne menjen el, ne ültesse föl. Ha olyan a busz, akkor inkább beszavazzák meg a szülők, adjanak 2000 forintot többet az osztálykirándulásra, de ne menjenek szarbusszal. Nem, csak ezek a problémák, hogy és a Lacika sajtos szendvicsét, ezt oda tettem tanárnő. Nincs ez már azért, de, ne, hogy nem. Azért felsőben. De mikor kísérték ki gyereket osztálykirándulásra? Ezt hallgatod. De a 6. a 7. és gyerek, anya engedje, jó, megyek, oké, na jó, oké, szia. Te még ott rohangálsz a fasírozott a zsömlével a somának. Hagyjad már. Jaj, pár ember, úgy adom, jó. A sírozott a zsömle. És ne felejtsd el, este fogadposni, és 10 órakor legyél ágyba, és mindenképpen zuhanyozzál. A túlbuzgó szülő, aki úgy akar elengedni a gyerekét 2 napra, hogy mindene van. Hát most tudod milyenek, az nem most fogad 2 napig, hanem készíted elő a fogkeféjét. Igen, 10 gyerekre 1 felnőtt kísérő van egyébként. Oké, tehát 40 főnél már kell akkor a 4 ember, a 24-nél ott akkor elmegy 2-3-mal. Igen. Balatonon voltam Szabadsándor, egy német kis hülye elkalódott a bejáratnál, a bemondó, hogy a következő mondatot mondta be. Persze, Achtung, eltűnt egy német kisfiú. Igen. Kedves kisfiú, hallod? Egyébként ez tehát a balatoni hangos bemondóban ez meg tud történni. Igen, kedves kisfiú, ha hallod, akkor gyere ide a hangos bemondóhoz, itt várnak a szüleid, Achtung. Egyébként figyelj, egy jóra való gyereket legalább egyszer otthagynak a szülei. Vagy elhagynak a szülei, vagy elcsáborog egy osztálykiránduláson, vagy ott felejtik valahol. Tehát, hogy azért ez, ha kicsit a gyerek élelmesebb, agilisebb, mozgékonyabb, azért ez simán benne van. Meg nem? Te már megbízol benne, tudod, az én fiam már felnőtt, vagy az én lányom már tudja, hogy mit kell csinálni. Igaz, hogy a gyerek még csak 5 éves, de apu anyu bízik benne, hadd szóljon. Óriási kaland volt a két srácnak, hát végre egy kicsit kis szabadság, ha csak nem ijedtek meg nagyon ettől a szituációtól, de 7. korban már nem ijedsz meg. Meg most, ha van náluk telefon, akkor fölhívja a szüleit. Na? Ennyi, persze. És itt most felháborodás megy? Én azt hiszem, hogy nem. Nincs. Vannak nyilván szülők, akik azonnal elkezdtek beírogatni, tehát hogy miért nem a tanár vette észre, miért a diák vette észre, és rájuk bízunk a gyerekeinket, és így vitáznak rájuk. Mi van, történt volna valami ezzel a két gyerekkel? Hogy számoltak volna el a szülőknek? Hát de nem. Hol maradt a népsorolvasás, létszám ellenőrzés, utaslista? Tanári felelősség! Érted? Tehát, hogy a szülő az felháborodott, de hogy... Szóval a gyerek most, nem. Nem tudom, most egyébként jár a gyerekem egy iskolába, elégedett vagyok az iskolával. Egyszer ott marad egy osztálykiránduláson, az nem biztos, hogy azonnal szétposztolom a Facebookot, és beírok, és SMK közösségeket mozgósítok a tanár leváltásának érdekében. Pedig de, nem? Látod, és ez az a szülő, azért aki... ő is ember, hát most elnézte, nem lett semmi baj, oké, hibázott. De az én gyerekemet nézte el, haló. Nem, a te gyereket nem szállt fel arra a nyomvad buszra. Úgyhogy ha leszáll, és még le is vesznek egy nagyon nagyot, hogy megmondtam neked, hogy szálljál fel arra a nyomvad buszra. Mit ízi ez? Megint veled van a baj. Tudod, ez a tanár nem vett észre, azért a gyerek kicsit azért sokszor benne van. Benne van, persze. De hogy szerintem egy szülői temperamentum, én valószínűleg nem reagálnám azért. És ráadásul az a szülő, aki soha életében meg nem dicsérte a pedagógust, aki egyébként mondjuk most 7. a gyerek, tehát már x éve kíséri osztálykirándulásra, x éve tanítja, soha egyszer el nem hangzott, hogy tanárnő milyen kedvesnek, aranyosnak tetszik lenni. Egy hibát elkövet a tanár, akkor ki kell írni. És kézzed, de szerencsétlen, mire ezt majd akkor itt most adminisztrálják, mire egyébként az intézmény megkezdi az ügy kivizsgálását, a tanárt felszólították, hogy adminisztratívan korász most jegyzetelje le, hogy mi történt a Kecskemét utcai, nem tudom milyen általános iskolában. Álltunk az Egri vár aljában, bár becsukódott a buszajtó, nekem kedves bíróság eszembe se volt, hogy valami hibát követtem el, hiszen még úgy tudtam, hogy minden gyerek a buszon van. Szerencsétlen. Ezeknek talán hányatott sorsuk van te? Szóval, hogy azért mostában tanárnak lenni, csoda, hogy ott hagy ki egy gyereket.
Hát én ilyen fizetéssel, ilyen közoktatási rendszerben, így tanítanék egyébként, ilyen adminisztratív felelősségem lenne, ennyit kellene, nem a tanulásra és a tanítással foglalkozom, hogy nemféle ostoba iramányokat kitölteni, meg egész ide hülyeségeknek megfelelni. Én az egész osztályt ott felejteném. A front fog számogatni. Én úgy hagynám ott őket, mint a húzat, mert azon gondolkoznék, hogy mennyi papírmunkával jár ennek a két napnak a lejelentése, egyébként hány ki nem javított dolgozatom van még, és hogy az Istenben van már a június második, amikor elköltöttem az egész fizetésemet, érted? Mi az Istenből fog kijönni, mi június harmadikától egyébként, úgyhogy a gyerek szeretne egy hétre elmenni a csoda, hogy ott hagyott két gyereket. Hát csoda, hogy el tudják még vinni őket osztály kirándulni. Nem? Nem az egész osztály maradt. Csoda, hogy érted, nem az egész osztályt hagyta valahol a Szalajka völgybe, és azt mondta, hogy én innen leugrom, ezért tegyetek rám egy kis sódert, azt hagyjatok. Érezzétek jó magatokat, járhattok kirándulásra. Beült az első bisztróba, itta le magát, és mondta, hogy ennyit a tanári létről, nincs értelme folytatni. Hát most gyerekek, ott hagyott két gyereket. Hát legyél te tanár egy évig, ott hagynád az egész osztályt, nem? Az egész legyünk egy kicsit empatikusabb. Mindjárt jön az első SMS, na majd hagyd a gyerekedet, hagyják ott. Az én gyerekem megoldja. Az nem. Az hazajön, sajnos. Az szerintem az ő lesz az első, aki eltűnik majd az osztály kiránduláson. Aki nem csinált ilyen csínyeket gyerekkorában, az nem is volt igazán gyerek, nem? Hogy egy picit még tán le is akartál maradni a buszról meg a vonatról. Igen. 40 gyerekből 2 eltűnik, az 5%-os infláció nem fér bele. Igen. Fogadni mennék, hogy egyébként azok a szülők háborodnak föl, akik nem fizetnek osztálypénzt, és az első mondata az az ilyenkor, hogy na ezért nem fizetek osztálypénzt. Na, ezt érdemel, így bárki óriási SMS jött, hogy osztálykiránduláso voltak, mindenkitől kérdezték, hogy megvan-e a párja, meg is volt, haza is jöttek, kivéve azt az egy gyereket, aki egyedül ült az egyik. Mert neki nem volt párja, nem volt, aki szólja, hogy Petike nincs fönt a buszon. Igen. Minden jó. És gondold el egyébként tényleg, tehát, hogy van egy kicsit rosszabb hatodikos osztályod. Az egész évben a töködről folyik a víz. És az év végén 20 megvadult, cukrot zabáló, a zseppénzét jégkrémre és jegesterára elköltött, a cukortól masszívan betépett, 3 napon keresztül viszel 20 ide-oda rohangáló idegbeteg gyereket. Hogy oda hajaszál a sögörbüljön meg egynek, hogy ne tűnjön el, hogy ne essen a vonat alá, hogy éjszaka aludjon, hogy reggel felkeljen, hogy ne lépjen a kocsi alá. Ne vegyen alkoholos italt. Teherez valójában, gondold el. Na, és ott te a más bőrét viszed úgy a vásárra, hogy a sajátodat. És ezek a gyerekek azért ilyenkor sokszor kiszabadulnak, és nyomkodják a telefont, és el vannak kanácsodva, és sokáig fönn vannak éjszaka. Tudod, hát osztálykirándulás, fiatalok, gyerekek, nincs ezzel baj. Azt csinálják, amit minden gyereknek csinálni kell. Na, de azért 20 gyereket, azért ember legyen a talpán, aki felelősséggel elmer vinni. Nem mernék elvinni 20 gyereket, mert azt gondolnám, hogy valami történik, egész életemre börtön vagyok. Tehát a tanári lét méltó megkoronázása egy 3 napos osztálykirándulás az évig. Igen, csak nem a tanárnak. Ugye? Tehát, hogy az még egy ilyen, na most akkor még 3 napig, na most, ha eddig nem őszültél bele az évben, most ebben akkor tessék szépen belőszülni, és ha van egy jól működő, engedelmes osztályod, oké. De azért mindenhol vannak renitensek, izgőmozgók, buszon felállók, édességtől betépők, tudod? Szóval, hogy azért az... Na, most így belegondolsz, azért 20 gyerekkel, 2 tanára elindulni, azért nem egy leányálom. Rendteregen 8-tól délután 3-ig, 2-ig vagy velük, itt 0-24. 0-24, és minden utolsó fél daráscsípés is a te felelősséged. Igen, pedig a gyerek gyúlt bele a kaptárba. Az allergiája, a bokatörése, a minden olyan dolog, ami ott történik egy ártatlan nyári bobozás kapcsán, telibe verik egymást hátulról, azért téged rángatnak meg. Tehát, hogy ott tulajdonképpen azon jelenleg gondolkozunk, hogy megköszönjünk a tanároknak, hogy még egyáltalán elviszik őket. Merik vinni. Nem? 3 napra, 2-3 napra. Köszönjük szépen, drága tanárok, hogy még elviszik, hogy még ezt is a nyakatokba veszitek. És még komolyan mondom. Felelősség. Igen, úgyhogy ide figyeljetek ti kis büdös kis szemtelen. Viselkedjetek, jó? Viselkedjetek. Szálljatok föl a buszra, ne zabáljatok édességet, és húzzátok meg magatokat, mert örüljetek, hogy valaki tanítson benneteket, jó? Úgyhogy ezt üzennek ennek a két gyereknek. Elak ezekkel a tanárainktól. Na, jövünk mindjárt. 8 óra van pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 8 óra után vagyunk, 11 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ketten tartjuk a frontot. Egyesek. Drága hallgatók, egyesek. Itt vannak, mások máshol dolgoznak.
Úgyhogy igen. Alszik a kicsi, nyugi. Igen, írják, hogy az óriás bébi van lemaradt a buszról, nem maradt le. Nem hagyták ott semmi rossz kirőláson. Igazából egy ült a buszon, és egy tanár a honnalat csapta, és azt mondta, hogy már pedig te is jössz, Pisike, szállj fel a busz, és mire Jani elmondta, hogy nem, én nem vagyok, nem járok ide, addigra már úton van Egerszalón felé. Én rádióba akarok menni. Nem, te csöndbe vagy, tudom, hogy te vagy az Pisike, úgyhogy ülj fel a buszra. Jani forgat, úgyhogy ma ezért nincsen. 11. kerületben a Fehérvári úton villamos autóban esett, tűzoltó, kint villamosok nem járnak. Mindenki vigyázzon arra felé is. Jó, és az M0-áson van egy nagy balesetünk, ott valahol hol, nem tudom, hogy hát hol. Az M0-ás. Nem kékeztük, hanem sárgáztuk. De valahol az M0-ás. Jó, az elég nagy az M0-ás. Tehát így azért ez... Egy 70 kilométer, oké, valahol baj van. Igen, ezért az így elég hosszú. Tegnap az M7-esen is volt két baleset, nem lehetett haladni, mondom, mi van, már hétvége van, és valószínűleg igen, ugye a háromnapos hétvége. Én szerintem indul az őrület, tehát az M7-es az mostantól kezdve vasárnap este, illetve péntek délután és szombat délelőtt azt felejtsd el. Tehát az annak vége van most. Elindul az augusztusig végéig tartó mulatság. De ez jó, én ezt bírom. Állsz a dugóba, mögötted tömeg, emberek az autópályán, az leállóság vagy X6-os, meg egy nem Meri tudom, Porsche Cayenne egymás seggébe csapatja és üti el az ártatlan dohányzókat. Jó, jön ki a izé. A szokásos képek mindig megtörténnek egyébként. Egy hetes forza kihúzódik, hogy ne tudjanak elmenni. Mindig van egy műanyag kajak azért valamelyik kocsinak a tetején. Egy felfújt gumimatrac. Mindig ugyanazok mennek a leállósába, és baleset legelején pedig nyilván egy kis autó még azért feltartja a sort, mindenki nézelődik. Hát ez indul a Magyar Balatóra című játék. Ezt én bírom. Ez nektek valahogy a nyárhoz tartozik. Így, amíg álltok a pályán, addig mi fröccsözünk a Velencei tónál. Így van. Mondani. És a lábatokat áztatjátok az iszapban. Jó. Mert egy jó iszappakolásnál nincs egészségesebb. Képzeld el, egyébként a Velencei tó iszapja az gyógyhatású dolog. Na, de ezt már megszoktuk, ugye minden évben így van, tehát gyakorlatilag hozzászoksz ezekhez a dolgokhoz, és vállalod ennek a következményeit. Ezzel kapcsolatosan szeretnék nektek egy rövid történetet elmesélni. Ugye mi, akik már számtalanszor derítettünk fel internetes átveréseket. Beszélünk róla, hát nagyon sokszor. Hova intjük a népet, hogy mire vigyázzon. Igen, mire vigyázzon, mire nem. Na most a jó szülő és a jó családapa mit csinál ezekkel a történetekkel? Hazaviszi őket, és a családjának az okulására ezt mindig elmeséli, hogy kedves Soma és Panna, nagyon oda kell figyelni, ami az interneten történik, mert hogy csúnya vége lehet, kikerülhetnek a képek, elvihetik a pénzedet. Edukálod őket, nagyon helyes. Próbálod ugye ezt a dolgot, hát így megfelelni ennek, hogy fölkészítsd őket, plusz van neked egy kedves párod, aki a végletekig gyanakvó tud lenni az összes ilyen esettel szembe, edukálja ő is magát, hogy tudjon a gyerekekkel együtt menni ebben a világban, majd tegnap délután kapsz egy SMS-t. Te. Én. A telefonodra. Igen, a telefonomra, a BK-tól, akit ugye, mint elmondtam, jól felkészítettem minden egyes dologra, hogy azt hiszem, hogy most nyúltak le az interneten. Ne hát csinálj. Mondom, végre, drágám! Hát erről beszélünk évek óta, hogy ne csinálja hülyeségeket. Mondom a sztorit, lett egy pár ilyen fölösleges dolog nálunk, amit ugye a béka kitalálta, hogy eladja. Van egy ilyen, hogy marketplace. Ez a Facebooknak egy ilyen hirdető felülete. Market. Ahogy tanultad. Igen. Marketplace. Marketplace. Marketplace van rajta, azt megnyomod, oda föltöltöd, és akkor ott ez a Facebooknak a piac tere, ugye? Így van, így van. A Facebookos ismerőseid, meg akik nem ismerős is, ezt látja, hogy neked eladó, elkezdődik a dolog. Oké. Na hát a béka megegyezett egy ágygyal kapcsolatosan, egy... Mellé tette zárójába a permetezőgépedet, még sajnos a hátra hátra és a disznóölő készletet, és nagy bajba vagyunk. Azt szerencsére nem vitték el, az ágyra viszont elkezdődött a bejelentkezés. Ez is, akik hirtelen körbenézhetek a lakásba, és lett egy fölösleges ágyatok, ti hogy éltek? Így. Vagy azt mondtatok, hogy oké, drágám, most adod a földön alszunk, azért egy gumicsizmából lehet, meg fölösleges cipőből, meg nem tudom, hogy megunt telefonból, de egy ágyból, ott volt egy ágy eddig, és azt mondtad, ez ma már nem kell? Eddig ott volt az ágy. Hol laktok ti a Versailles kastélyban? Cserélünk kisebbre, mert jön az olajválság, érted? Meg kell húzni a nadrág szíjat. Eladjátok az ágyokat és az ágymatracot. Veszünk belőle benyát, és azt betároljuk az ágy helyére. Jó. Lényeg, hogy ágycserében vagyunk, és hogy az ágyat azt ugye eladjuk. Bejelentkezett rá... Nyikorog, mi? Nyikorog.
Békkorog. Nem a ilyen konyikorog, amikor reggel fölkelek, és a béka nem tud aludni tőle. Szóval átcserében vagyunk, és bejelentkezett egy belgiumi ember, aki... Jaj, már rossz. A belga kisnyugdíjasok a leharcolt magyar ágyra van szüksége. Már ordít a belga, egy belga ember. Nyilván nagyon kell neki 30 000 forintos ágyatok. Ezt gondolnád, hogy így, de nem, a belga ember levelet írt, igen? Hogy ő befektető Magyarországon. Dear Frog. Dear Frog. Igen, kedves béka, így kezdődtelek egy Dear Frog. Én, I am, vagyok belgiumi befektető, aki... Befektető. Mondom a befektetését, Miskolcon vásárolt magának kiadás céljára egy lakást, hogy azt majd a megáll a sztori. Miskolci turizmust fogja fölrendíteni, és milyen szép ez az ágy, az pont jó lenne oda. Oké? Okay. A miskolci turista ház, amit ő fellendít. Így van, amit Belgiumból ő megvett, hogy kiadja majd magyar turistáknak, meg mindenféle turistáknak, ebből ő pénzt keres. Oké, okay, megérkezett a levél. Béka mondta, hogy ennyibe kerül az ágy, és tök jó. A csávó egy perc múlva küldött egy bizonylatot egy PayPal-os utalásról. Várjál. Ne csinálj! Figyeljetek, mert óriási, tehát hogy zseniálisan van kitalálva, az ágyban megalkuttak euróba fizet, hát belga van neki eurója, én is örültem. Jó, kemény eurója, tehát most euró. Mondom, béka, gazdagok leszünk, 400 az euró, kicsi csillagom, megállapodtak 90 euróban, hogy ennyibe kerül az ágy. Megérkezett egy kivonat a PayPal-tól, hogy azon keresztül fizetett, de 160 eurót a csávó. A béka írt neki, hogy tök jó, hogy itt van a kimutatás, de hogy miért van rajta 160 euró. Azért van rajta 160 euró, mert mindjárt jön a szállító, csak neked ezt a 70 euró különbséget, mert az ágy 90, 160-at küldött, a 70 eurót utald át a szállítónak, mert ők akkor jönnek el az ágyért, a 90 a tiéd. Mit csinált a béka? Várj, én most kis leestem alulról. Tehát, hogy várj. Tehát ő azt hitte, hogy bejött neki a 160 euró. Kapott róla egy PayPal-os kimutatást, okay. Hogy elutalta arra a bankszámlára, amit a béka megadott. Igen, de nem 90-et utalt. Hanem többet utalt, hogy a maradékot utalja el a szállítónak. Hogy a béka utaljon át 70 eurót a szállítónak, mert akkor a szállító jön az ágyért. Mondd ki, amit nem akarok hallani. Ebben a pillanatban. Béka mit csinál? Hát vigyék az ágyat, hát nekünk majd jön az új. Ha? 70 euró. PayPalon szintén? Nem, és most jön a trükk benne. MoonPay. Ez az... neked biztos, hogy mond valamit, hiszen ez az egyik legnagyobb... Ez kriptó, persze. Hát persze, hát utolérhetetlen. Elutalt 70 euró... Ne csinálj! 70 eurónyi összeget. Zseni. Ugyanúgy, zsenik. Mint két héttel ezelőtt, amiről beszéltünk. Nagyon jó. 70 eurónyi összeget a MoonPay-en keresztül elutalt kriptóban, bitcoinban 0,000. Mondom én, hogy a bitcoin csodaszer. Hát tényleg az! Hát mondom, hogy ez a jövő! Hát még mi nem értitek? Óriási! Hogy a blokklánc és a bitcoin, mennyit beszélek erős, lássátok, működik! Igen, és tényleg működik. Mit kampányolok én a bitcoin mellett? Tényleg működik, hiszen soha a büdös életben nem fogod megtalálni, hogy kinek ment a dolog. És mit csinált a béka? Hiszen ott a PayPal-os... De várj, a PayPal-os neki nincs összekötve egy tehát ő azt a rendes bankkártyáján kellett, hogy megkapja, hogy nem kapott egy SMS-t, hogy megjött a guba a bankkártyájára? Nem, mert azt meg se nézett. Kapsz egy a PayPal-hoz nyilván tökéletesen hasonlító, de hamis bizonylatot, hogy a csávó elküldte neked a 160 eurót. Te meg se nézed a izédet, a bankszámládat, hogy megjött a dolog. Menj, már nem tudnék ilyet kitalálni, most hárman leülnék, hogy találjunk ki valami jó csalást. Elutalom, de többet utalok, és te a maradékot utald át egy harmadik címnek. És zseni! És itt a trükk, hogy te több pénzt kapsz. Hát gyerekek, hát ez milyen jó fej ez a csávó, nekem 160-at átküldött, és ő megbízik bennem, hogy én a 70-et tovább fogom küldeni a szállítónak. Zseniálisan ki van találva a dolog, úgy ülsz föl a rollerre, hogy öröm nézni. És neki itt lekonvertálták az utalását, bitcoinba átváltották, vagy valahogy ő ezen keresztül? Igen? Igen, hát ugye ezekre az ilyen bitcoinos utalós cuccokra te tudsz forintot is föltenni, azt majd ő átváltja, nyilván van egy váltási költsége ennek a dolognak. Tehát a csávó azt kérte, hogy erre a MoonPay-es cuccra a béka fizessen be 70 eurónak megfelelő összeget, a béka befizette, az átment, és innentől kezdve a pénznek se híre,
Sehon van, tehát 70, ahelyett, hogy kerestünk volna 90-et ezen a rohadék ágyon. Nem hiszem, és belepumpáltuk volna az de azért új... a béka nagyon naív, szóval, hogy azért... De nem az! De hát, miért nem? Hát, de most ebben az esetben... Az sem a... gyanú, hogy nem jön meg a pénz. Hogy nem nézed, hát kaptál egy PayPal-os utalást, érted, hogy ő gyakorlatilag föladta ezt a lóvét, átjött, ott van, oké, tökre. Rendben, ja, és folyamatosan nyomaszt az illető, ugye mindenféle messengeren, meg Viberen, már mindenen keresztül írt a békának, folyamatosan elkezd nyomasztani, hogy figyelj, én elküldtem a pénzt, a szállító már nagyon várja, hogy küld, mert vinni kéne, holnap már vendégek jönnek. Tehát, hogy ki van találva az egész sztori marha jól, a béka közben csinált érted mást, és már ő maga idegeskedett, hogy hagyjál már békén, jó, elutalom, puff, kész, elment a 70. Azt a minden segít neki. Nem egy nagy összeg, de most ezt gondolod, ezt megcsinálják 100-szor, 200-szor, 500-szor, és ebben ezt csinálják jól, hogy nem milliókat akarnak ők levenni tőled, egy 50-60 eurót, de csak csinálja meg egy hónapban 100-szor. Ugye? Tehát ezért az 7000 euró. Hát az igen. 70-700-7000 euró. 7000 euró. 70 euróval ha mindenkit, igen, 70 na. euróval, 100 euróval lever, akkor az 7000-10000 euró. Azért az már az egy szabad szemmel látható összeg. Igen. És soha meg nem lesz. És nem lesz meg. Ugye a béka azonnal jelentette a bankjánál, kártyaletiltás, meg minden ilyen benne van. Tehát azzal is mi fogunk rosszul járni, mennyi új kártyát kell venni. De mondták... De miért kellett tiltani a kártyáját? Hát, okay, túl buzgó volt szerintem egy kicsit a banki alkalmazott, de azt mondta, hogy az a biztos. Mi a bankkártyáját? Mindent letiltottunk. Hát a bankkártya... De mi nem? Mi nem? Ott én mindent letiltattam tőlünk, nem vesztek el a bankkártyád, de önnek nincs szüksége a bankkártya adataidra. Hát te csak átutaltál valamit egy kriptovaletre valószínűleg valahova. Az, igen. De igazából ő a 16 jegyű cuccodat, meg a 3 jegyű CV kódot, nem tudja, tehát az fölösleges ott letiltani. Nem baj, letiltattuk. Zárat cseréltetek, hogy... Úgy is van, a gyerekek... Zárat cseréltünk, nyilázárókat is, azért a biztonságért a csapokat is lecseréltük, ki tudja, van, a vizet is megmérgezték. A telefonjaink PIN kódját is megváltoztattuk, plusz a Gmail jelszavunkat. Igen, most még álljatok be a bankba, és várjatok meg, amíg új bankkártya jön, és addig nem tud fizetni. Minden, így van, és szüntesse meg a saját PayPal számláját is, és nyisson egy újat is, illetve a Revolut számlát törőjétek. Tőlem nem vesznek el több pénzt ezek a szemetek. Azt és hogy még tetézem a sztorit. Zsíro profik egyébként. Bődületesen jók. Bődületesen a kriptónál se fogod gyanút? A kriptónál se esetleg, hogy hova utalja, nem? Megnézte ezt a Moonpay-t? Tehát azért a rávisz a Moonpay-re azért az ki van írva, hogy buy and sell, kripto, Ethereum, Bitcoin, stb. Ott se volt, hogy a kripto azért az... Ne, semmi? Semmi, semmi ugyanis elutalta. Te azt mondja az ember, aki átküldte neki a pénzt, hogy küld tovább, hogy te ne 0,000 Bitcoin küldjél, hanem 70 eurót. A persze, leváltják, igen, hogy mondod. Azt persze, tudsz venni, eladni mindent. Okay. Igen. És ha egyébként erre a izére fölmész, akkor az meg egy tök hivatalos oldal, ez a Moonpay-es. Ez teljesen, ja, persze. Ugye? Tehát, igen, hogy tudsz venni, eladni. Igen. Így van, hát mi vettünk is, csak nem magunknak. Se belga, se pénz, és ez a nyambas, nyikorgó, kialudt matracos, nyálcsorgatott UV lámpával már átvilágíthatatlan foltokat felfedező ágy is ott maradt rajtatok. Úgy van. És olyan jó, hogy hetente beszélünk az internetes csalókról. És ezt mondtam a békának. Legyetek óvatosak, vigyázzatok a pénzetekre, ne utaljatok. Erre úgy elutal 160 eurós, mint a húzat. És pont ezt mondtam neki, mondom, béka, az összes ilyen sztorit hazahozom, elmesélem, hogy figyeljünk oda, vigyázzunk, mert át lehet verni az embert bármikor. Most... Összehasonlítottad a PayPal számlát, hogy egy igazi, valahogy hol van a különbség? Én nagyon sokat utalok PayPalon, nincs meg, mert megnézném csak, hogy hol. Tehát, hogy a logó, a számok, hogy hol van az, amiben egy kicsit különbözik, mert valahol ki különböznie kell. Logó, oké, minden oké, az alsó részén, ahol ilyen kondíciók meg ilyenek vannak, ott van. Kettő perc ilyet csinálni, tehát ez nem egy nagy sztori. És ha ránézel, ugye nem gondolkozol el rajta, akkor tökre átmész a dolgon, és figyeljetek, most jön még a sztoriba egy csavar, hogy nem csak az ágyat akartuk eladni, hanem ugye a permetezőmet, gumicsizmámat akartuk. Pörzsölődet. És még két ilyen jelentkező volt ezután. Mondd, hogy belga. Nem, az egyik egy horvát csaj volt. Érdekes, tisztességes magyar embernek már nem kell a pörzsölőd, se a gumicsizmát. A másik az azt hiszem talán francia, de ugyanezzel a metódussal. Azok ugyanazok. Akár valami, még azért azt gondolom, hogy ugyanazok, igen, nem? Igen, de abban már szerencsére nem ment bele a béka, na milyen okos csaj. Hol jönnél, kedvem? Képzeld el, most viszont az van, hogy jelentkezett egy francia csaj, na szerintem ő viszont szimpatikus, teki eladjuk. Elképesztő profik. Tehát, nagyon ki volt találva. Nagyon, és hát besétáltunk a csapdába. Mondom, kis figyelmetlenség, kapkodsz szépen közben, szeretném már tőle megszabadulni. Azt gondolt, hogy jó az a kis pénz, jó lesz az valamire, beletoljuk az ujjágyba, kész,
Írják, hogy végül is be lehet szállni a kriptobizniszbe, Feri. Tehát, hogy... nekem van 4000 forint Ethereumom, én nekem az pont elég. Itt egyetlen egy apró hibát követett el a béka, hogy amikor ugye ő meglátta a PayPal számlát, azt nem csekkolta, hogy megjöttem. Mert egyébként amit ugye mondasz, ez a kriptosztori, ez a Moonpay, ez nagyon jó, a PayPal-en elutás, de az, hogy arra egy pillantást vetni. Én ezt mondtam, hogy legalább... hogy ott azért az összeg becsengetette. Ugye már ezeket nagyon gyorsan jóvá írják. Tehát jön egy utalás, pillanatokon belül, ha kapsz SMS-be, van állítva neki én SMS szolgáltatás? Ne. Vagy ezt te kapod? Be. Költés. Ne, költés, én csak a költés. Költés. Megint egy őszhajszák, megint egy őszhajszák. Jaj, bejövő, kicsi, megint vásárolsz. A bejövő pénzekre van egy külön számlája. A kimenő az megy az enyémről. Igen, tehát akkor a bejövőn neki azt azért azt ott látnia kell. Csak egy SMS gyorsan csekkoló, megjött és már is tovább utal. Na, ezt meggyőzte neki, valószínűleg ez, igen, amit látott. Ezt mondtam, hogy egyetlen egy lépést kellett volna megtened, amit te mondasz, megnézni a számlát, hogy valójában rajta van a pénz. Ha rajta van a 170 vagy 160 euró, akkor abból utalgathatsz, édesem. De a többiből, az enyémből. Na, mert jönnek az SMS-ek. Üdvözlöm, Ferenc, érdekelne a kolbásztöltő, német márkában tudnék fizetni. Szia, érdekelne a permetező, küldj légy szíves 20 ezeret, mert 50-et már elutaltam. Jó van. Feri, a permetező hány literes, kérdezi, úgy látom, egy belga. Nagyon érdeklődő, nagyon, nagyon szeretné. Igen, svéd kis gazdaságon gondolkozunk, szükségünk lenne a gumicsizmákra. Igen, igen. Feri, egészen megdöbbentő, hogy legalább már van nálatok internet, írja valaki. Hogy... Látjátok, azért haladunk mi is. Még a technológia már megvan, csak a tudás hiányzik hozzá. Igen, Nigériában az összes ilyen csaló. A hiba a hiszékenység. Igen, hiszékenység, meg azért ez ügyesen jól van felépítve. Nagyon. Szóval, hogy nagyon. Tényleg baromi rutinosnak kell lenni, hogy ezeknek ne dőj be, hogy vedd, mindent ellenőrizzél mindig, hogy a logó ne tévessze meg ugye ott van a PayPal. Szóval azért ennek ez nincs olyan jó a pszichológiája. Nagyon biztonságos rendszer, én nagyon szeretem. Tehát, hogy nagyon, tényleg nagyon jó. De ez valamikor az Elon Musk-é volt, aztán ő adta el. Aztán ő szállt ki belőle, ő hozta létre, ő találta ki. Eladta, de hogy azért az egy megnyugtató dolog. PayPal-on fizetni az jó, lekövethető, ha megkapod, amíg nem kapod meg a cuccot, vissza is tudod kapni a pénzt. Hát tényleg jó a rendszer, én szeretem. Meglátta a logót, PayPal működik, megjön ott az utalás, tessék, csókolom. Plusz azt ne felejtsd el, hogy van benne a legnagyobb pszichikai csavar, az, hogy te kapsz plusz 70 eurót, érted? A 90-re, tehát hogy te nem a vételárat kaptad meg, hanem az az ember, aki tőled 1500 kilométerre valahol beállít. Hogy van egy bizalmi faktor. Igen, érted? Hát ez az ember elküldött nekem plusz 70, hát ez de csodálatos. Ma jön a többi is. Sose jön béka, sose. Ennyi, se ágy, se euró. Semmi. Ja, maradnak a jó öreg székesfehérvári vaterászok. Az kell nekem. Ott minden elmegy, el lehet adni. Székesfehérvár, Agár, Gárdony, ezek mindent felvásárolnak. A más nem egyébként, meg júniusban úgyis van egy romtanításotok. Én ezt még tudom tanácsolni. Kidobunk mindent a francba. Azt hiszem, arrafelé június végén van a romtanítás, tegyétek hát ki. Így jártunk, gyerekek. Igen. Nagyon rottyó lehet az ágy, de legalább tudtok min hálni. Igen, ha már az újat nem bírjuk megvenni, akkor... Igen, igen. Nekem az is gyanús lenne, hogy miért én fizessek a szállítónak, és hogy éri meg ez a vevőnek egy használt ágynál puszi eszti. Persze, így hallgatva a sztorit egy csomószor, egyébként azt gondolod, hogy ez is az is gyanús lenne, de amikor megvan, azt hiszed, hogy megjött az utalás, túladsz rajta, gyorsan el tudod utalni, flottul megy a dolog, akkor valahogy ez sokszor az ember nem pörgeti le. Tehát így halva nyilván... Hát meg azt az ágyat például el kell vinni Miskolcra, Velencéről, ugye, hiszen Miskolcon van a... befektető ingatlan, érted? Hát az 70 euróé még öröm is, hogy annyiért viszik. Azt tudod, hogy a PayPal számla az milyen e-mail címről jött? Azt például megnézte? Béka? Majd átküldetem, nem tudom már, tegnap nem akartam én jobban belevonulni. Citrommail.hu, tudod. Igen, megjött a PayPal számla, honnan jött kicsim? Nem tudom, én Tomás Lajos Kuka, citrommail.hu. Igen, az biztos, hogy eredeti. Fél 90 pontosan, nagyon sok hallgatónk járt hasonlóan, nyugodtan meséljetek. Jövő mindjárt rögtön a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen. Így én nyakom erdők ezt a dalocskát, azt a mindenit neki. Itt vagyunk, 3-9 lesz pontosan egy perc múlva. Azt, egy jó felvetés még egy témára, nagyon sok hasonló SMS van, ugye, tehát tényleg elképesztő. Nem vagyunk egyedül, köszönöm. Legyetek óvatosak és vigyázzatok a pénzetekre, meg az internetes csalásokra, mert tényleg nagyon sok van. Hasonlóan egyébként ugyanígy a Marketplace-en többet utalnak, a legtöbb SMS erről szól, hogy utaltunk többet, de nem utald el a szállítónak, tényleg legyetek nagyon óvatosak. Egy fontos felvetés azonban volt, hogy nézd már meg mindenféleképpen, hogy a béka esetleg nem csetele a pápai Jocival. Ez egy hallgató küldés, ez nagyon jó lenne, mert lehet, hogy aztán itt még valami szövődik kettő között, és aztán ki ne derüljön, hogy a pápai Jocsi rajongói klub is, eteti közbe békát. Nem ő eteti a pápai Jocsit.
70 euró gyerekek, ne búr, aki nem pazar. Azt így is mondani van, aki 100 000-rel éget be, hogy olvasom az SMS-eket, ennyi. Plusz még egy jó hír, megmaradt az ágy, mehet a toszkán villába. Így van, de ez egy toszkán villa, egy aladó ágy. Igen, egyébként tényleg nagyon sok hasonló SMS, akik így jártak. Ugye, amit elmondtál, egészen profik, nagyon ügyesek, úgyhogy vigyázzom. Tényleg mindenki a pénzére. Jó? Ha csak a cashbe hiszük, jöjjön oda. Csak a cash, fizet. Vagy ami landolt a bankszámládon. Se OTP logóval, se PayPal logóval, se citrommélőre érkezett PayPal logóval, se freemailről. Láncszövegszerkesztővel megszerkesztett photoshopos PayPal logónak ne higgyetek, jó? Ez nagyon fontos, tényleg vigyázzatok. Egyre profibbak a csalók, egyre ügyesebbek, és hát a kriptotárcákat meg aztán most meg már tényleg lehetetlen visszanyomozni. Úgyhogy csókoltatjuk békát, mondom. Ugye, köszönjük nem szépen. Nem tudom, ki kezdte ezt a kriptózást ugye, ugye? Közöttünk, ugye, ugye? Azért lehet, hogy mondom én, hogy mondom én, hogy a kripto jó. Hát látod, szegény velencei kispolgároktól csalnak ki 170 eurót. A kriptó az mindig jó. Csak jó végén kell lenni a kriptónak, én ezt mondom. Tehát, hogy nincs azzal baj, csak rossz végén vagy. Ugye? Igen, de mindig. Nem a kriptóval van baj, te vagy, veled van a baj. Nem a kriptó jó, te vagy hülye. Igen, nem a kocsival rossz helyen, te vagy rossz helyen. Ahogy az üvegtérisben is elhangzott. Na, gyorsan egy kis közszolgálati segítség, gyerekek. Egy érdekes történetre bukantunk, ami megint egy kicsit talán mondhatni tipikus magyar. Van egy baromi jó intézmény, egy speciális iskola, ami adományoktól függ, hogy fennmaradjon. És hát szerintünk nagyon nehéz a vállalás, amit ők szeretnének, ezért próbálunk neki egy kicsit segíteni. Ők 35 éve működnek egyébként egy alapítvány fenntartásában, és 2017-től működnek iskolaként, és hát nagyon-nagyon kevés olyan intézmény van az országban, amelyik ezzel foglalkozik. Itt ugye sérült gyerekeket tanítanak úgy, hogy speciális eszközökkel, speciális módszerrel, nem beszélő, súlyosan mozgáskorlátozó gyerekeknek és fiataloknak próbálnak segíteni, hogy egyáltalán tudjanak a szülők velük kommunikálni, hogy levegyék a terhet a vállukról napközben, speciális eszközökkel, képek, jelek segítségével tanítják őket. Egészen fantasztikus, amit ők csinálnak, 35 éve működnek, mondom 2017-től iskolaként, és hát emberfeletti küzdelem, rengeteg módszertannal, szakmai tapasztalattal, egy év működési költségük, az nagyjából ilyen 28 millió forintnak felel meg. És megtudtuk, hogy egyelőre gyűjtenek 690 ezer forint gyűlt össze, és ha nem sikerül, akkor ennek az intézménynek, ennek az iskolának rengeteg beteg gyerekkel, aggódó szülővel, óriási terhek közepette be kell zárniuk. Úgy, hogy emberfeletti munkát végeznek, és 18 súlyosan sérült diákjuk maradhat a oktatás nélkül. És ez gyakorlatilag az egyetlen útjuk a normálisabb emberi életre. Tehát itt nem arról van szó, hogy őket megtanítjuk mondjuk számolni, meg hogy mennyi kettő, meg kettő, hanem ugye az alapvető olyan emberi szükségletek kielégítésére, mint a kommunikáció, hogy el tudjon valamit magyarázni a szülőknek. Tehát nagyon-nagyon szép munkát végeznek, és tényleg 30 millió forinton múlik az ő életük most. Igen, igen, ugye jött a Covid-járvány, az alapítvány bevételei azok nyilván csökkentek, elapadtak, és hát most már tulajdonképpen az iskola fennmaradása a cél. Na most azért azt mondanom sem kell senkinek nyilván, hogy micsoda teher ez a szülőknek, nem is elsősorban anyagilag, mentálisan, fizikailag ember próbáló ilyen gyerekekkel foglalkozni, nevelni őket, és hát 0-24 órában ugye folyamatos segítségre és gondoskodásra van szükségük. Tehát amellett ez egy lehetőség a szülőknek is, hogy valahogy közben azért visszailleszkedjenek a munkába, dolgozzanak, egy kicsit az iskola leveszi a vállukról a terhet, ott vannak, ezek a gyerekek fejlődnek, és 18 súlyosan sérült diákról van szó, akik hát valahova elrakják majd őket szeptembertől, de ha ez az alapítvány működtetésű iskola bezár, akkor tulajdonképpen nem is tudod, hogy mi lesz ez a gyerekek sorsa. A szülőnek is otthon kell maradni. A szülőnek is otthon kell maradni, van, mert a gyerek otthon van a gyerek fejlődésének, nem azt mondom, hogy teljesen vége, de biztos, hogy nagyon komolyan veti azt, hogy nem hozzáértő pedagógus foglalkozik majd vele, mert anya meg apa is megtesz mindent a gyerekéért, de hogy ezek a pedagógusok, akik ott vannak és dolgoznak a gyerekekkel, azoknak meg ez az életük, ez a szakmájuk, hát ennyi múlik, hogy ez a sok-sok gyerek az tovább tud-e lépni az életbe. Kemény sztori. Igen, ezek a szülők, ezek közösen indították el egyébként ezt a fajta adománygyűjtést, és hát ha tudunk nekik egy kicsit lendíteni az összegen, nyilván nem az egészet összeszedni, de egy kicsit segíteni nekik. Úgyhogy erről beszélünk.
beszélgetünk Zsuzsával. Hello Zsuzsa, jó reggelt! Ciao, örülünk, hogy itt vagy. Hello! Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm Hello. Szépen a lehetőséget. Na, örülünk, hogy itt vagy. Ugye jól mondom, hogy a te gyereked is az alapítvány tanulója tulajdonképpen. Ő 11 éves 2017 óta tanul az alapítványnál? Így van, Dávid 2017 óta tanul a Bliss alapítványnál, és hát három év kőkemény munka, mire eljutottunk odáig, hogy elkezdtük ezt a folyamatot, ezt a kommunikációs folyamatot. Ugye hát ott olyan eszközökkel és olyan formában tanítják a gyerekeknek a kommunikációt, ami nem csak egy órában történik, hanem az egész bent töltött időben tanulják a kommunikációt. Akár úgy is, hogy előtte a szülők nem is tudtak vele kommunikálni, és itt együtt a gyerek szülő megtanul egymással is kommunikálni, tehát végre mondjuk a szülő így megértheti van. A saját gyerekét, hogy mit akarhat, hogy mit szeretne. Így van. Igen, igen, így van, így van. Milyen tehát eredményeket értek el mondjuk a te gyerekednél? Hát nálunk Dávid azelőtt nem nagyon akart kommunikálni, illetve hát nyöszörgéssel, vagy sírással, inkább a sírás az ritkában, vagy mosollyal jelezte azt, hogy ő mit szeretne, vagy mit nem. De így, hogy föltettünk neki egy kérdést, és erre konkrétan jelez, így nem volt. Ezt most a Bliss alapítványnál elérték, illetve hát a PCS képeket, amit bent a Bliss alapítványnál alkalmaznak, azt ő most már nagyon szépen használja, megérti őket. Stabilan választ kettő közül, tehát hogyha mondjuk feltesznek neki egy kérdést, hogy most hétfő vagy csütörtök van, akkor abból ő ki tudja választani, hogy melyik van éppen, illetve a gesztusjeleket is gyakorolják. Azért az egészen elképesztő lehet, hogy az ember nem is tudja, hogy milyen az, amikor az ember gyereke próbál kommunikálni, és a szülő nem érti. Tehát azért fantasztikus, amit egyébként itt csinálnak, igen, hogy eddig nem kommunikáló, vagy nehezen kommunikáló, vagy a szülő-gyerek kapcsolatában eddig nem fennálló kommunikáció úgy jön létre, hogy megérti végre a szülő, hogy mit akar mondani a gyerek. Ugye őket egyetlen intézménybe se veszik fel, gondolom, tehát ez az alapítvány, vagy az iskola, ez bezár mondjuk ősztől, akkor a szülő megint 0-24 órában ott kell, hogy legyen a gyerek mellett. Igen, hát ez egy elég problémás dolog, mert tényleg nincs olyan intézmény, ahol ilyen fokú fejlesztést kapnak, a kommunikációra ennyire hangsúlyt fektetnek, tehát van más iskolában is, ha jól tudom, a kárfejlesztés, de nem így, ahogy a Bliss alapítványnál történik ez. És akkor itt a Bliss alapítványnál a mozgásórákba, a szitóórákba, tehát mindenben benne van ez a fejlesztés. Tehát a mindennapi életbe is visszavezethető. És akár az is megtörtént, hogyha ez a fejlesztés ez abban marad, vagy ezek a gyerekek mondjuk kikerülnek ebből az intézményből, akkor visszaáll az eredeti állapot, tehát ugyanúgy leépülhet a kommunikáció, vagy ugyanúgy megszűnhet, vagy megint egy visszalépés lehet? Akár egy állami intézményben, vagy ha kikerülnek innen? Hát igen, igen, én úgy érzem, hogy nálunk, hát ugye a pandémia idején is tapasztaltuk, amikor itthon voltunk, és nekünk kellett ezt gyakorolni. Nem volt akkora fokú visszaesés, de látványos volt az, hogy milyen az, amikor mint nem szakember, mint szülő próbálom neki azt a tananyagot leadni. És akkor most ti szülőként próbáljátok ezt az összeget összeszedni, vagy ti szerveztétek ezt a gyűjtést? Ugye most, hogy jól tudom, ilyen 8-900 000 forint van, meg az éves működés az nagyjából 28-30 millió forint egy évben. Igen, igen, igen. Most mi szülők próbáltuk összeszedni, illetve a tavalyi évben is szerveztünk gyűjtést. Akkor hát a tankerületek segítségével, egy-két tankerület segítségével sikerült összeszedni az évi működésre a pénzt. Hát most ez nem biztos, hogy megvalósul a tankerületek felől ez a segítség. Nyilván ők se tudnak már, tehát azért az ő anyagi forrásuk is véges, de hát igen, akkor mi tudunk segíteni. Ez neked szülőként mekkora szabadságot, mekkora lehetőséget adott ez az iskola? Tehát, hogy oda elvitted a gyermeket, és akkor te tudtad a normál életedet élni addig, amíg ő bent van, ugye? Így van, tehát én tudtam mellette dolgozni, illetve hát az a kommunikáció, amit megtanítanak neki, az valami fantasztikus, hogy tényleg végre megértem, hogy Dávid mit szeretne. Tehát, hogy ez szerintem pótolhatatlan. Próbáltatok állami segítséget kérni, vagy fordulni állami intézményekhez? Ők mit mondanak? Elhagytanak benneteket? Vagy próbálnak valamilyen úton, módon segíteni?
Hát a Klikhez fordultunk, beadtunk egy petíciót, ők azt a választották, hogy a tankerületek képesek ezt megoldani állami intézményekben, de hát több mint 11 iskolát kerestem fel én is, és mindenhol a nemlegest választ kapom, tehát nem tudják államilag megoldani sem hely miatt, sem pedig hát Dávid állapota miatt se. Tehát volt olyan szülő, akinek hospice házat alatt ajánlottak föl. Atyaisten! És önmagában azért ez a 30 millió forint, ez nem egy akkora összeg, ugye? Tehát, hogy azért itt 11, 12, 13 gyerek tanulhatna, fejlődhetne, tanulhatna meg a saját szüleivel kommunikálni, a szülő a gyerekkel, tehát ez éves szinten azért ez tényleg nem egy nagy összeg. Hát egy egyes éves sok, tehát nektek családnak sok, hát 7-3 millió forint, hát nyilván nem tudja mindenki előteremteni, önmagában a 30 millió meg egy nevetséges összeg kéne, hogy legyen. Persze, mit mond az alapítvány, ők is úgy gondolják, ha ez most nincs megőszig, akkor tényleg bezártok, tehát akkor vagy bezárnak, akkor vége van. Hát igen, ők is kétségben vannak, és nem csak a szülők, tehát hogy azért ez most egy olyan probléma, amit nem tudjuk, hogy hogyan fogunk tudni megoldani, hogyha nem jön össze a pénz. Ez egy születési rendellenesség, ahogy mondjuk a te gyereket született? Tehát valamilyen agyfejlődési zavar, vagy rendellenesség? Hát ő agyfejlődési rendellenességgel született. Az első trimeszterben a terhesség alatt elkaptam egy vírust, és ezért az agykéreg nem úgy fejlődött ki, ahogy kellene. És fél éves volt, amikor társult hozzá epilepszia is. Akkor tulajdonképpen ő nem is nagyon mozog, nem is nagyon beszél, gondolom. Tehát ez egy óriási eredmény, amit most elértetek, ugye? Tehát amit mondasz te is, hogy igazából 2017 előtte még kommunikálni sem tudtál a saját gyerekeddel. Hát nem nagyon. Tehát az a kommunikáció, ami most van, és ami akkor volt, az összehasonlíthatatlan. Mozogni azért mozog, mert nyilván minden sérült gyereket nevelő szülő az első 5-10 évben, amit csak tud, beletol a gyerekbe, mind anyagilag, mind energiába, mindent, fejlesztésekbe. Tehát mi most már eljutottunk odáig, hogy ilyen járókerettel, ilyen speciális járókerettel szépen jár, tehát hogy a járáskészsége megvan. Beszélni nem beszél, de nagyon szépen kifejezi most már magát így a kommunikációs eszközökkel. Ugye ez milyen katartikus pillanat lehet, amikor a szülő sok-sok év után először úgy jut el a gyerekéhez, hogy megérti, vagy megtanítják neki, hogy a gyerek járni akar kommunikálni, vagy megérted, hogy mit mond. Neked ő az egyetlen gyereked, vagy van még más? Nem, nekem van egy 16 éves nagylányom is mellette, és hát a kiskamaszkort azt szerintem nem kell nagyon sok mindenkinek bemutatni, tehát hogy ez így a kettő egyszerre egy kicsit ilyen akadálypálya-szerű. Úgyhogy hát nem könnyű, de nem megoldhatatlan. Azt a mindenit, igen. Azért így az ember, hogy átgondolja ilyen beszélgetés kapcsán a saját valósnak vélt problémáit, meg nehézségét, hogy mennyire relatív minden. Zsuzsa, figyelj, hát nagy összegről, igazából nem egy nagy összeg, de ugye ha most itt elkezdünk gyűjteni, akkor ez egy óriási összeg nekünk, meg azoknak, akik próbálnak segíteni, de ha meg azt nézzük, hogy milyen lehelletnyi ez a 30 millió ahhoz képest, hogy mennyi minden másra van, ami talán kevésbé fontos, akkor meg reméljük, hogy azért ez eljut olyan helyre, vagy hallják, és akkor egy picit próbálunk mi is ezen segíteni. Mi elolvassuk ezt a történetet, ez egészen megdöbbentő, hogy sajnos erre nincs pénz. Minden elérhetőséget, az alapítvány elérhetőségét feltesszük, és akkor beszélünk pár hét múlva. Jó, hogy álltok, mi a helyzet, próbálunk ezen az ügyön egy kicsit lendíteni, hát ha eljut olyan szervekhez, szervezetekhez, állami intézményekhez, ahogy ebből nagyobb ügy lesz, és akkor ez csak azt mondja valamilyen intézmény, állami szerv, hogy ezt előteremtik, ezt a 28-29 millió forintot. Hát azért ez nem egy borsos összeg. Szóval, és nagyon fontos össze, munka zajlik. Akkor is beljebb vagyunk. Így van. Hát igen, és most ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik eddig támogattak bennünket. Nagyon hálásak vagyunk, és hát a szülőknek is szeretném megköszönni a kitartásukat. És nektek meg főleg, hogy lehetőséget adtatok erre, hogy elmondhassuk, és hogy bemutathassuk egy picit. Hát nem vicce, hát volt itt olyan gyűjtés, hogy azért itt a 700 milliós összejött egy gyereknek, és abból is azért hál' Isten sokat tudtunk segíteni. Hátha. Zsuzsa, nagyon köszönjük, beszélünk igen. Akkor pár hét múlva minden fontos információt fölrakunk és megosztunk. Köszi, hogy elmondtad nekünk a történeteket. Köszönjük szépen. Szia. Erőt, kitartást. Ciao. Hello.
Na gyerekek, mindjárt folytatjuk, jó? Lezárjuk ezt a történetet. Fontos információk vannak a Facebook oldalunkon, kint van minden. Reméljük, hogy azért ez máshova is eljut, és tudunk egy picit segíteni. Jövünk mindjárt, 9 óra van pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk. Pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye el kellett menni hírezni, reklámozni, de akkor be tudjuk most fejezni az előző megszólást, hogy nem sokára fent lesz minden a Facebook oldalunkon. Ugye beszéltünk itt egy alapítványról és egy iskoláról, és közel 30 millió forintot hát kellene összegyűjtenünk valahogy nekik, nem csak nekünk, mindenkinek, aki tud segíteni. Különben 18 súlyosan sérült diák maradhat megfelelő oktatás nélkül. Ezeknek a gyerekeknek ugye a tanulás az egy óriási dolog az ő életükben, hogy tudnak egy kicsit fejlődni, akár megtanulni, kommunikálni a saját gyerekeikkel. Itt azért súlyosan hátrányos agyfejlődési rendellenességgel született gyerekekről van szó, és hát ha megszűnik az iskola, akkor az óriási tragédia lenne. A fejlesztés hiányában ezek a gyerekek akár le is épülhetnek. Nincs logopédus, fejlesztőpedagógus, konduktor. Egyszerűen nincs olyan intézmény, aki ezekkel a gyerekekkel érdemben tudna foglalkozni, nincs alternatíva. És hát óriási segítség lenne nekik, ha tudnának tovább működni. Hát itt komoly visszaesés, amivel Zsuzsa elmondta, hogy a pandémia alatt nem tudtak bejárni az intézetbe, és már ott lehetett érezni, hogy azon idő alatt is az ő gyermeke például abból a készségből, képességből, amit az iskolában összeszedett, már elkezdett veszíteni. Tehát ha ez az iskola nincs, akkor ők bizony vissza fognak fejlődni, pedig hát milyen csoda, hogy látta a gyerekét végre járni, amit ugye nem is reménykedtek, tudnak vele kommunikálni, beszélgetni bizonyos szinten nyilván, de akkor is, az annál akkor is sokkal jobb a nulláról bármilyen, az egy is egy előrelépés. Hogyne, persze, úgyhogy mindent kiraktunk a Facebookra, nézzétek meg, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk segíteni. Hát azért mi nagyon bízunk abban, hogy ez a beszélgetés ne jut olyan helyre, hogy valakik ezt meghallják, és azt mondják, hogy persze hallottuk, tudjuk akkor támogatni, vagy az iskola finanszírozását, működését egy-két évre biztosítani. Ez a 28 millió forint azért nem tűnik egy nagyon vészes összegnek, viszont ember feletti az a munka, amit csinálnak, és hát gondoljunk bele, hogy a szülők helyzetében ez, hogy ez micsoda teher. Életük végéig tulajdonképpen, az életük végéig. Vagy 0-24-ben ott kell lenned, így van. Kellett, legyél. Így van. Na, régen volt már kérdés-válasz rovat, nem csinálunk egyet? Nem? Mennél? Ja, végre kezdjük meg a háromnapos pünkösdi hétvégét. Hát nézd, ha van kedvetek hozzá, akkor írhatok, főleg János várja nagyon János, ma. Igen, János nagyon várja, azt mondja, hogy mindéket nagyon gyorsan és röviden fogja megválaszolni, így. Köszönöm szépen, János. Így van, nagyon határozott, nagyon frappás, ahogy az lenni szokott általában a teljes ötletben. Jó, úgyhogy 0-23-111-111 az SMS számunk, sorozat ajánlás, film, mozi, minden. Jöhet mindennel kapcsolatos kérdés, úgyhogy küldjetek el gyorsan. De most gyorsnak kell lenni, lejátszuk a Rádió 1-es szülinapi játékot, és utána, ha valaki nem küld el időben a kérdést, akkor már nem lesz időnk. Pontosan 10 percetek van. Rövid, 9. Gyors, tömör kérdések, gyors, rövid, tömör válaszok. Ebben ne reménykedjetek. Ha mi válaszolunk, az mindig hát, hosszú. Mindig hosszú, igen. Na, van akkor egy játékosunk, hívjuk, aki tizediknek hívta ugye a Rádió 1 szülinapos játékára, az ott lehet vasárnap este a parkban a Rádió 1 szülinapi bulián. Tehát házas, tehát tényleg most már csak néhány jegy van. Ez az utolsó alkalom, a mai napon lehet még jegyeket nyerni, egészen az esti órákig, a vasárnapodat pedig egy óriás partiba fogod eltölteni. Így van, így van. Azért az menő egyébként, egy dupla Majka koncert után még mi is megtöltjük a parkot. Miért, ez ma van, ma holnap? Jó helyre pozícionáltuk ezt a dolgot. De nyilván, amikor ezeket le kell kötézgetni a világsztárokat, még nem is biztos, hogy tudtuk, hogy dupla Majka lesz. Ez dupla Majka után azért úgy nehezebb, de sikerült. Tehát, hogy teltház lesz. Ja, hát most figyelj, ha kimész és távolban nézel, mint Braco, arra is elmegy 10 000 jegy, mert miért nem kisebbítve a dolgot, csak mondom, hogy olyan koncertészség és koncertláz van az emberekben, hogy az idei fesztiválok az... Gyerekek, abban mindenki Maseratit vásárol. Úgy. És nincs szükség reklámkampányra, hirdetésre, úgy elmentek a jegyek elővételbe mindenhova, mint a húzat. Szóval, hogy ez most nagyon durva. De nyilván érthető, hát azért az elmúlt két év az... Ínséges volt ebből a szempontból. Szükös volt. Itt van velünk Ádám. Hello, Ádám. Jó reggelt. Hello. Hello, Ádám. Hello, Ádám. Te egy ilyen bulis típusú csávó vagy? Nagy pörgős, nagyon oda tudod tenni a hétvégét. Hát lehet úgy is mondani, mondjuk a pénztárcám nem örül neki, de igen. Hát, kinek örül. De nagyon kis lemondó vagy rossz kedvű, vagy nem is tudom. Nemrég keltem igazán. Ja, bocsánat, hát a világért csak akarunk téged se feltartani, se. Igen. Megriadtál így 4:10 körül, na hát minek az a nagy sietség, nem? Dolgozol sulis, vagy mit csinálsz? Most végeztem sulival. 13. év, és most
pihenek. De gondolom, nyugtass meg, hogy ez a 13 év, ez nem a 8 általános volt, tehát, hogy, tehát nem, ez nem... Nem, hál' Istenem, nem úgy sikerül. Nagyon jó. És mit tanultál, vagy mit tanulsz? Hát üzletvezetői technikum. Az üzletvezetői technikum, Ádám. Jól van. Na köhögd akkor be nekünk gyorsan a rádió egy szlogenjét, jó, egy szlogenjét, sosem tudom, hogy kell mondani. Hm? Akkor jó, hogy tudjam. Rádió egy, csak ma is sláger megy. Nem, ez nem jó így áll. Ebből nem lesz nem egy haver. Szlogen. Én nem a szlogen, nem tudom, hanem szlogenjét, vagy szlogenjét. Tehát ez mind a kettő jó, nem? Na, tessék. Még egyszer, mert nem volt jó, nem jól mondtam. Na, rádió egy. Igen. Rádió 1. Csak igazi mai slágernek. Azt a mindenségi neki! Gyönyörű volt! Öcsém, ilyen nehéz feladatot megugrani. Ó, micsoda? Mit kérdeztél? Nyugtassatok meg, hogy ma én mondtam a legjobban. Mivel te voltál egyedül, így ezt ma nálad senki nem mondja jobban, mert hogy már... De az mindegy, a lényeg, hogy a legjobb volt, nem? Abszolút, nagyon jó vagy. Hosszú volt az éjszaka, nem? Hát egy kicsit igen. De hallani a hallani. Meddig ittál? Igen, ha ittál. Ádám, kivel mész? Húha, hát nagy a verseny tesóm és barátnőm között, szóval majd aki kedvesebb lesz. Igen, tudod, hogy van, ez a barátnő még változhat, a tesó örök, én őt vinném. Így is van, ez fontos, úgyhogy akkor vida. Hát megpróbálom megfogadni. Vida tesódat. Remélem nem hallgatja. Ádám, pihenj vissza, feküdj vissza, köszi, jó? Rendben, köszönöm szépen, nagyon. Állj le a tiltott szerekkel is. Nagyon kész van. Mindenképpen. A Jojo jó, de leültetnek, úgyhogy vigyázzál, csak óvatosan. Na vigyázz magadra, ciao. Rendben, ciao. Hello. Mennyire volt beszakadva? Egytől ötig mennyire volt beszakadva? Hatos. Nagyon hosszú volt az este. Péntek van, tehát hogy... És te már csütörtök este megkezded a háromnapos hétvégén. Fölött a léggömböket. Elhiszed, hogy hajnal ötkor még ébben nem volt? És azt mondta, de szép szivárvány. És kicsit irigykedünk, azért valljuk meg. Na jól van, gyerekek, oké, hát akkor vasárnapra jó mulatást mindenkinek, jó? Gyertek, nagyon nagy buli lesz, már hogy úgy gyertek, hogy akinek van jegye, mert egyébként szerintem tényleg elkelt az összes, de még a mai napon lehet nyerni minden órában. Igen. Na gyorsan akkor nézzünk egy-két kérdést, egy-két választ. Hát itt Laci már nem győzi jelölni ezeket, átmásolni, Viberen. Nagyon jó. Az egy olyan kérdés van, amiből mi is profitálhatunk, remélem pénzügyileg is, Roland Garros. Ezt a műsor végén megteszünk a tippeket. Fogadunk, és akkor ott elhangzik a műsor végén. Ugye itt most már elődöntők vannak, és vasárnap döntő. Ja. Úgyhogy arra tudunk fogadni. Na, azt mondja, euró árfolyam a téma, kérdezi valaki, éppen most 3,95 nyaraláshoz mikor vegyünk, most vagy később, mert visszamegy. Hát a nyaralás az ember nem vesz olyan nagy összeget, ott 1-2 forint, ott most veszel 1000 eurót, akkor forintonként 1000 forintot buksz, tehát azért az nem egy olyan nagy összeg igazából, de szerintem a forint új sávja az a 390-400 közötti mozgás, ha csak nem most a 410-et is megnyalhatjuk. Tehát olyan nagyon nagy forint erősödés szerintem nem lesz. Valamilyen kicsi korrekció, kicsi visszaigazolás 390-ig lehet, de szerintem az új sáv az a 385 és a 400 közötti sáv, ahol mozog most a de forint a 390 és visszakorrekció az is csak egy napos lesz szerintem. Tehát lehet azon... valami hír, valami megállapodás, ugye most a lengyelek megállapodtak az Unióval, és akkor kapnak elég sok pénzt. Nyilván itt a magyarok is dolgoznak azon, hogy legyen uniós pénz, helyreállítási pénzek, stb. Erre ugorhat azért, vagy erősödhet a forint, de azért ez a 385 és 400-as sáv, ez nagyjából szerintem ez az új realitása a forintnak. Egy rossz hír, egy nyilatkozat, egy háborús eszkaláció, bármi, az meg azonnal 400-400 fölé is löketi a forintot. Tehát a 3,95 az jelen pillanatban egyébként nem is egy olyan rossz forint árfolyam. De ez rossz a durva. Ezt hallgatni, ez a durva. Pár hónappal ezelőtt 3,70 volt. 3,60-3,70 azért szerintem a közeljövőben nem nagyon lehet számítani. Ugyanezt kérdezi valaki gyorsan kriptóból, bevásárolnál-e, vagy még várnál vele, nem adok kereskedési tippeket, szerintem nehéz ősz és nehéz nyár elé nézünk, nem biztos, hogy a piac az alján van. Tehát, hogy az is elképzelhető, hogy 15-20 ezer dolláros bitcoin árfolyam simán lehet. De ez a 28-30 ezer, ahol most mozog, most már hetek óta, ez még szerintem nem az alja. Ez még nem az alja. Csinálj majd így, amikor beszálló igen, van. De arra várni kereskedést, hogy elkapd az alját, az sosem lesz meg. Tehát a sávos vásárlás az mindig jó.
hogy felosztod, és aztán ahogy esik, úgy mindig egy picit veszel. Az átlagod, az ugye veszel 28-on, 26-on, 24-en, az átlagod az jobb lesz, mintha legaljára vadásznál, ami sokszor nem tud meglenni. Hát plusz nem tudod, hol a legalja. Lehet, hogy senki nem tudja, hogy hol a legalja, de mivel együtt mozog nagyon az S&P-vel, a Nasdaq-kal, várhatóan, ha van egy tőzsdei eladási hullám, akkor azért az megtörténhet, hogy a Bitcoin is ugyanúgy szakad. Mostában nagyon együtt mozog. Miben reménykedjek a 4000 forintnyi Ethereumommal kapcsolatosan, főnök? Egy nagyon erős autóbalesetben, ahol felejtesz. És nem kérdezed meg soha többet, mert mennyi? Most nem lesz igazából a közeljövőben 4000. Hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon optimista vagyok. Tehát, hogy ez, ennyi, emeleten kitartok. Nagyon optimista vagyok, már ami a kriptót illeti. De most vannak felhők, és vannak bizonyos, hát hogy is mondjam, nehézségeink. Ahogy egyébként az általános piaci hangulatnak is, kamatemelés, infláció, piaci környezet, háború, elszabaduló nyersanyagárak, minden afelé mozog, hogy azért itt most ne süssön ki még sokáig a nap. De minden beborult ég felett süt a nap. Egyszer valahol mélyelekbe. Már évek óta nem fogunk együtt dolgozni. Öreg nyugdíjasok leszünk, és minden hónapban egy SMS-t elküldünk, hogy Bali, 4000 ETH, hogy állunk? Igen. Feri, van esetleg eladó ágyad, érdekelne? Van, nagyon szupik, és fém keretes, óriási, nagyon jó ágy. És viszonylag új matraccal. Igen. Nagyváradra esetleg egy kitelepést nem terveztek, higgyétek el, nagyon sokan lennének, szerintem rekordgyanús lenne a részvétel, üdvözlettel, kellemes hétvégék. Hát ennek egyszer nekifutottunk, lehet, hogy még egyszer nekifutunk majd. Az ismert okok miatt egy kicsit felejtenek arra. Elhajt, igen. Melyek az igazi Batman filmek? A Tim Burton féle, vagy a Christopher Nolan féle Batman kérdezi Svájcból. Teljesen beteg. Én a Nolan féle Batmaneket sokkal jobban szeretem. Hangulatában, sötétségében, darkságában szerintem sokkal jobbak a Nolan féle Batman filmek. Azért nem jók a Nolan féle Batman filmek, mert pont az veszik ki belőle, ami ugye ez a nagyon sötét, meg nagyon szeretem. És a zene alatt a végén. A lelked. Igen. Se előtte, se utána nem is nagyon szerettem a Batman filmeket, a Nolan féléket nagyon. Azt mondja, hogy Antal Nimrodot nem akarjátok felhívni a Stranger Things kapcsán, rendezett bizonyos részeket, kettő rajta vagyunk, nem egyszerű elérni Nimrodot, de kettő részt rendezett belőle, most a legújabb, talán negyedik évadból. Így van. Úgyhogy készülünk vele beszélni, igen. Gyerekem, ráfüggött a nagyobb. Igen? Ja. Pedig hiába tiltottam ez ilyen tartalmaktól. Milyen jó marha pörkölt itt, Feri, kérdezi egy hallgató. Legalább fél mennyiségű hagyma, ez nagyon fontos, tehát hogy egy jó sűrű pörkölt alapod legyen a végén, aznak mindig az a titka, hogyha 2 kiló húsból csinálod, akkor 1 kiló hagymát alá kell vágni, mint a veszedelem, és a kiváló minőségű magyar paprika téglaporral nem lesz jó. Mehetünk, de tényleg. Persze. Tehát, persze, jó paprika, sok hagyma, akkor jó paprikát kell venni. Igen. Sonantom, hogy jó a paprika, megnyalom az ölcseges, vannak olyan márkák vagy brendek. Megbízható embertől veszed, ennyi. Illetve a végén van még egy módszer, sok pálinka, és akkor minden jó ízű. Miért nincsen soha budapesti kitelepülés? Ez egy jó kérdés egyébként. Régen volt, dolgozunk rajta, hogy legyen. Ha minden igaz, azért a hajós kitelepülésünk az egy nagy budapesti hajós kitelepülés lesz. Hajózással, zenekarral, nagy dunai hajóval, ugye ez most nem Balatonra tervezzük, hanem Dunára, úgyhogy azon dolgozunk, hogy összejöjjön. És az egy nagyon nagy, sokfős kitelepülés, tehát nagy hajót szerzünk, úgyhogy azt szerintem érdekes lesz. Meg tudjátok, ez olyan mindig, hogy nyilván a szponzoroknak van elvárása, hogyha van egy olyan cég, aki azt mondja, hogy csak Budapesten akar, akkor gondolkodunk rajta. Lehet, hogy ősszel akkor lesz egy ilyen. Igen. Mivel sikosítotok, kérdezi Aurélió, köszönjük szépen, de egyelőre drukkolunk neked, hogy sikerüljön megoldani, sokkal nagyobb bajba leszel, mint mi, ha nem sikerül megoldani. Ugye ezt tudjuk. Janitól kérdezem, hogy a kaja miatt lett kicsi és kopasz, de már bannolva lennél, ha Jani itt lenne, ez nem túl szép dolog, hogy ilyeneket kérdezel, ráadásul jó. Nincs is itt, hogy megvédje magát, te szemét, ezért mi fogunk bannolni. De hallgassuk meg a választ. Köszönjük János. Igen, beszédesebb, mint ezen a héten bármikor. Ma, igazából ma a legjobb. Azt kell, hogy mondjam, gyerekek, az egész heti teljesítményét nézze, ma Jani egyébként tündököl. Végre, amikor olyan témák vannak, amit ő kísér, amit ő ugye az érdeklődési körébe tartozik, ha kérdeztek tőle, akkor ő válaszol. Így van. Azt mondja, hogy BTC vagy ETH pénzt tartani. Jó, nem, már kriptóval nem foglalkozunk. Lesz-e második könyv, kérdezi valaki, nem volt első? Ez neked szól? Nekem biztos nem, szerintem neked szól, neked voltak könyveid, de neked már nem egy.
Nem, kettő? Nem tervezem. Nem tervezem. Ki lesz a Gárosz győztes? Erről ugye beszélünk még egy kicsit később. 10 előtt megtesszük a tétjeinket. Feri, elvégezte már a vizsgát, amit 2 éve indult. Miből vizsgázott, vagy csak lógott, Danci kérdezi. Te tényleg akartál valamilyen plusz vizsgát tenni valamiből, de már nem emlékszem. Ha az a baj, hogy én se. Hát most ugye a motorjogsi van, van soron, azt jövő héten kezdjük az online oktatást, hozom az oktatási anyagot, nagyon számítok rád, hogy ezt meg tudjuk csinálni. A jogosítvány. Igen, az online részét azt lenyomjuk. Most állítólag Jani is akar magának jogsit, mert hogy letiltották a rollerről, úgyhogy őt is bevonjuk, ő benne hiszünk, mert ő egy okos fiú. Ennyi. De ez valami, neked valami főzőtan folyamod volt, nem? Valami nyomultál. Arra én járogattam, de ugye a pandémia miatt aztán bebukott az egész a francba, tehát nem csináltunk semmit. Aha. És akkor rájöttem a pandémia alatt, hogy jobban járunk, hanem én főzök. Nem. Tele vagyok Bencskinen, mikor lesz ősszel, ennél többet egyelőre nem mondhatunk el erről, nyilván ez egy őszi projektje a kereskedelmi tévéknek. Békának szólj már, hogy a szállító cég nem kapta meg a 70 eurót, utaljál már, üdv a belga befektető. Jó, persze, köszi. Obi-Wan Kenobi sorozatot nézitek-e? Nem igazán. Tehát, hogy a Jani ennek a nagy szakértője, Mandalorian és hasonló, ezeket nagyon vágja, nagyon nézi, én valahogy ott erről... Lefűztem. A dolog, a nagy klasszikusokat nyilván megnézed ebből az egész opuszból, de az ilyen melléksorozatok már engem nem nagyon érdekelnek. Jani, milyen ez? Köszönjük szépen. Köszi. Kajdi Csabával nem terveztek-e műsor, nagyon szeretem, Puszi Móni, Cila, ugye? Hát jöhetne, valamikor bírom. Egyébként meghívhatnánk, nem szokott nagyon úgy eszünkbe jutni, de igen. Tehát, hogyha van lenne kedve egyszer, akkor behívhatjuk. Feri, finom volt-e tegnap a vaddisznó pörkölt? A nagy örlömből a sörétet hogy tudom kiszedni? Nem én volt, én nem hagytam volna ott őket. Ennyi. Igen. Balázsról kérdezem, hogy mikor lesz a Vikinek még egy cicája, kérdezi Erika. A jó válasz erre a soha. A még jobb erre válasz a felejtsd el. Igen, de és a leges válasz... legjobb válasz az, hogy... Már nézelődtök. Hogy már párokban. Nem, gyerekek, aranyos meg cuki, de elég úgy hullik a szőre, hogy bőven elég. Szóval, hogy... ne játszanának, érted? Egy boldog macska várna. Egyébként figyelj, a legjobb állat a cica. Mi mindig mondtuk neked, te voltál ellene. Semmi dolgod vele, nem kell szélsétálnod vinni, alszik egész nap, halálosan lusta, annyi, hogy baromira hullik a szőr, és az egész lakás mindig szőrben úszik, és Viki állandóan takarít, de egyébként a cica az egy halálosan kényelmes állat. De unalmas, de kényelmes. Cuki jön, bújik, aranyos, se vinni sétálni, se foglalkozni vele, se iskolába vinni, hát nem egy észlény, szóval hogy azért na, tehát most de, nem fogja megcsinálni a Pitagorasz tételt neked, tessék? De ő észlény, csak altat. De nagyon cuki, bújik, jön, eléd jön, játszik, szeretik a gyerekek, tehát egyébként tényleg jó állat. Tehát önmagában egyébként a cicával nem lősz nagyon mellé. Csak a szőre. Ah, igen. Hogy alakult a fogyásod, Feri? Kérdezi egy hallgató. Egy kicsit úgy érzem egyébként, hogy a kitelepülésen, hát hogy is mondjam, elengedtük azt a vonalat, amit sikerült január 1-je óta vinni. Olyan dzsihádok voltak este 10-kor, még olyanokat zabáltunk a Janival, úgyhogy én is izgulok, majd 10-én van még. De most nyomod még tovább, tehát hogy nyomod. Én csinálom, 15 kilónál. Most látom ezeket a dobozkajákat, hogy fölé görnyedve próbálod elítetni magad. Hogy ez jó nekem, arra gondol. Neked nagyon jó lesz. 5 hónap alatt 15 kiló, azt szerintem nem rossz. Az nem rossz egyébként. Illetve majd most meglátjuk a mérésnél. Igen. Mész-e Alpha City-re, kérdezi valaki? Mindig megyek, öcsi. Ez valami közös sírás-rívás az autótrélereseket együtt? Igen, hogy megvettük, ne az autótrélereseket. Nekem is szar. Ők nem sírnak, ők nem örülnek, ők állnak a terület körül, ha menteni kell. Itt vagyunk. Igen. Az autótrélereseket és az alfások idejéves találkozója megint együtt lesz, nem? Persze, tehát mindig együtt tartjuk. Kellemes a mi azért, mert sírunk egy kicsit, nem? Az Európa legnagyobb egymárkájú találkozója, úgyhogy ott leszek. Igen. Vivi, mit szól a mai adáshoz? De a hol, Vivi? De mondjad, Vivi? De mit mondasz? Biztos. Köszönjük szépen. Tudtél vélemény? Nagyon szépen köszönjük. Janinak adok igazat ebben a témában, mint a Roland. Mit gondoltok, full elektromos vagy hibrid? Benzines. És? V6-os vagy V8-os? Köszönjük szépen. Ezt is megválaszoltuk. 3002 fölötti köpzenti szám. Ha brabusz, az se baj. Ha 4000-es belefér, ha 6000-es, még jobb. Oké, okay. DJ Oti koncert mikor lesz, ezen dolgozunk, csak mondom, ebben vannak fejlemények, várjál. 5 éve dolgozol. A hajókitelepülés mikorra várható? Szerintem ez június második fele. Június második fele. Már június van. Az. Hát akkor mi lenne lassan úgy elkezdeni mondani, nem? Annyi, hogy nem Balcsi Duna. Jó.
Jó? És nem hajó, hanem és nem hajó, csónak, hanem száp, és nem... És nem mi, hanem bocs, és nem, szá, nem, és nem rádió, hanem a retro, és nem száp, hanem gumicsónak, és igen, és nem Duna, hanem lupató. De tulajdonképpen minden stimmel, kicsit lejjebb adtunk a bács. Gyertek, várunk nagy szeretet. A COVID miatt. A végbortpályán tudtok egy kört menni, mi meg a partról tudósítunk. Nem sikerült eladni a támogatónak, kis pénz, kis foci. Ah, igen, 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 igen. Gyerekek, nagyon-nagyon sok kérdést, ezeket így ledaráltuk, ennyi tudott most beleférni. Jó? Bocs, de köszi a kérdéseket, mennünk kell, mert Zsűr nagyon integet. 9:30 van, jövünk mindjárt a hírek után. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva itt vagyunk újra, nagyon jó kérdések jönnek még. Szintetek betépjek, kérdezi valaki. Szintünk igen, ilyetlen nem, mert nem szép. Igen, nem túl előnyös az egészségnek, és a hatóságiak előírt mondat, mert egyébként tilt mindenféle ilyen használatot, úgyhogy hajrá! De jó, nagyon szerettem az ilyen kérdéseket. Ezzel a hosszú hétvégét legyen még hosszabb. Igen, holnap magyar angol, csak szólók, írta nekünk egy hallgató, ez mi? 6-3, az mindig 6-3. Így van. 4-2. A fél időben. Mindig ebből élünk. Szomorú este. Jó Isten. És miért játszunk a magyarokkal és az angolokkal? Biztos valami barátságos edzőmérkőzés. Igen? Igen. 15 000 nyugdíjas. Ne kerüljünk nagyobb pácba, mint amilyen pácba általában kerülünk a magyar focitól. Tehát ezt nem mondjunk hülyességet. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Bármilyen selejtező, bárhova fogunk kijutni, úgyse jutunk ki. Jó? Tehát tudjátok, hogy mindig ez a vége. Hogy nagy játszunk, selejtezünk, matematikai esélyünk van, nem jutunk ki. Játszunk, selejtezünk, matematikai esélyünk van, nem jutunk ki. Reméljük, hogy most kijutunk. Bármiről is szóljon ez a magyar angol. Ha nincs kijutási tét, akkor is kijutunk. Igen. Most ilyenkor, amikor nem lehet hova kijutni, mi akkor jutunk ki. Gyerekek, ha Pisont Pista meg a Kiprik játszik, én meg nyugodt vagyok. Tehát, hogy a diszplé a kapuba, garaba Kiprik Pisont ott van, akkor teljesen. Nem lehet nagy baj. Teljesen jók vagyunk. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye, hát az internetes találásokról beszélgettünk, mert... Szörnyű, hogy emberek szörnyű. Hogy benézik, érted, de komolyan, nem is értem, mert annyit dumálunk róla állandóan, hogy mire figyeljetek oda, hogy lettek ilyen hülyék, hogy elutaltok pénzeket. Igen, tényleg. Tehát egyszerűen minden nap elmondjuk, hogy mire vigyázzatok, hogy ne csaljatok ki, hogy ne engedjétek, hogy kicsaljanak tőletek pénzt, vigyázzatok rátok, és aztán Feri pedig nagyon rendesen békával együtt a saját bőrén megmutatja, csak azért, hogy legyen téma a műsorban. Kiszolgál egy csaló csak azért, hogy utána el tudjuk mutatni, meg tudjuk mutatni a műsorban, hogy nem szabad egyébként elutalni a csalóknak. Példamutató magatartással előre mentem. Abszolút, igen. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt. Erről beszélgetünk, hogy tényleg elképesztő profik már, hogy csalnak ki az emberből pénzt. És ugye, hát olvastunk egy egészen megdöbbentő cikket még kora reggel, ami arról szólt, hogy nagy koponyák elmondták, hogy nyárra, ugye ez a Fati Biról, ez egy nagy arc egyébként, a Nemzetközi Energiaügynös igazgatója elmondta, hogy idén nyáron üzemanyag hiányos időszakok fordulhatnak elő. Az energiaválság sokkal nagyobb lesz, mint a 70-es évek olajsokja volt, és tovább is tart belőle a kilábalás. Megtörténhet, hogy nem lesz mit tankolni nyáron. Egészen elképesztő. Felhívtuk Pletzer Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét, hogy megnyugtasson bennünket, aki elmondta, hogy tökéletesen igaza van az ürgének. Tehát nem nyugodtunk meg. Kvótarendszer, vasárnapi autóletevés, jegyrendszer vagy páros páratlan rendszám simán megtörténhet, hogy nem lesz elég nafta a kocsiba. Na, nem megyünk nyaralni, vagy nem autóval. Így van, úgyhogy ezzel a vidám témával fordulunk rá a pünkösre. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Fati Biról, ez egy jó kvalitású csávó, ugye? Ti erre így odafigyeltek, amit ő mond, ő egy nagy koponya állítólag így a szakmában. Mert egy nagy koponyának számít valóban, ugye a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője most már jó pár éve, az pedig az egyik legfontosabb szervezet, amire egyébként az olajpiac figyel. Na most ő azért egy finoman elmondta, hogy üzemanyag hiány jöhet nyáron, ami már nem azt jelenti, hogy az egyik útról átgurulok a másik útra, hanem effektíve jelentheti azt, ugye, mert ő úgy fogalmazott, hogy egyszerre van olajválság, gázválság és villamosenergiaválság, hogy sokkal-sokkal súlyosabb krízis lehet, mint az eddigiek. Elég régóta figyelem az olajpiacot, és az mondjuk tény, hogy ilyen alacsony készlet szint. Tehát én nem igazán láttam még így a karrierem során. Tehát itt ugye Európában vannak bizonyos helyek, ahol a becsések szerint 40 nap alá esett most már a készletmennyisége, tehát 40 napnyi fogyasztásnak megfelelő készlet van, az nagyon alacsonynak számít. De egyébként globálisan is ez a helyzet, tehát ha megnézed Szingapúrtól New Yorkig, lényegében a tárolók mindenhol üresek. Ami azt jelenti, hogy ez egyszer csak elfogy. Na most ugye a pótlás az meg az orosz-ukrán konfliktus miatt és az Európai Unió embargója miatt nehezen valósul meg, vagy lehet, hogy egyáltalán nem tud megvalósulni. Csak az egyik tényezője ennek a játszmának, itt alapvetően arról van szó, hogy a Covid után nagyon erőteljesen visszajött a kereslet. Másrészt itt a Covid időszak alatt nagyon sok finomítót bezártak, hogy akkor már arról szólt a fáma, hogy hát itt vége az olajiparnak,
én emlékszem 2020-ban a British Petroleum vezetője azt mondta, hogy gyakorlatilag az olajkereset elérte a végét, itt mindenki majd húzza le a rolót. Ezen kívül hát ugye a személyautózás az csak egy része ennek a játszmának, hogy a magát a kőolajat nagyon sok egyéb felhasználásra használjuk, tehát nem csak személygépkocsikon áll, nehéz gépjárművekre, ugye repülésre, műanyagiparba, tehát nagyon sok helyre. Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, gyakorlatilag pariba van ugye a másik két naggyal, tehát egy ilyen nagy országot szankcionálni az egy elég merész dolog. Hogy nézhet ki szerinted egy ilyen, mondjuk nézzük csak mondjuk az olajválságot, aztán az gázválság, energiaválság, hát itt van egy csomó minden most, villamos energiaválság, ugye. Kialakítunk majd egy ilyen páros-páratlan rendszámot, mondjuk nem azt a variációt nézem, hogy egyből elfogy, hanem hogy mondjuk tényleg nagyon szűkös lesz a kínálat. Itt ugye felvetette az emberünk, hogy vezessünk be autómentes napokat majd a kormányoknak, például vasárnap, vagy jegyrendszerre, vagy kreditrendszerre tankolnak az autósok, akár mi Magyarországon itthon nyáron. Valami ilyen megoldásba kell gondolkodni? Elképzelhető, tehát én már több cikket olvastam az Egyesült Királyságból is, illetve Németországból is, hogy a nyári időszakban gondolkodnak azon, hogy függesszék fel a piaci viszonyokat. Akinek feltétlenül szükséges az üzemanyag, az megkapja, tehát úgy ígértem mondjuk, hogy mezőgazdasági termelők, szállítók, illetve mondjuk közszolgáltatók, tehát mentő, tűzoltó, rendőrség, és hát mondjuk a magánautósoknál pedig lenne mondjuk egy havi limit. Hát azt mondják, hogy mondjuk XY rendszámra havonta csak 30 vagy 50 liter üzemanyagot adunk. Különben, ha meghagyjuk a piaci viszonyokat teljesen érvényesülni, akkor könnyen elképzelhető, hogy elszállnak nagyon az árak, míg a mostani szinthez képest is. Két év alatt bezárt a világ kapacitásának 5%-a, miközben az új projekteket Kínában meg a Közel-Keleten nem igazán tudták befejezni, mert a Covid miatt ugye nem lehetett összehozni az embereket. Úgyhogy most egy ilyen ideiglenes hiány van, ami valószínűleg 1-2-3 évig fennmaradhat. Lényegében ez a szűk keresztmetszet. Most még a hazai kutakon, ami mondjuk nem MOL, mondjuk Shell, akkor ott azért nincsen, ugye, mert még van olajunk tulajdonképpen, csak itt ilyen ellátásbeli problémák vannak, ami azt jelenti, hogy olyan nagy kereskedők lényegében mondjuk a MOL kivételével akár gondolkozhatnak, úgyhogy kivonulnak a magyar piacról, vagy addig felfüggesztik a működésüket, amíg hatósági áras az üzemanyag. De MOL-nak inkább akkor most ilyen pillanatban logisztikai problémái vannak, ha jól értem, mert nem tud mindenkit kiszolgálni. A 70%-os piacát neki most mondjuk 90%-ra kellett felemelni. Jól gondolom, vagy jól értelmezem a helyzetet? Ezt teljesen jól látod. Náluk egyébként a legszűkebb keresztmetszet, ahogy én tudom, az elsősorban a kiszolgáló gépjárműveknek a száma, illetve a sofőrök száma. Tehát magyarul úgy működik a MOL, hogy ugye lefinomítja a Szászombatán az olajat, termékvezetékeken ezeket elszállítja az ország különböző pontjaira, de azokra a pontokról, hogy elszállítsd a benzinkutakhoz, ehhez ugye tartályautóra és személyzetre van szükség. Most itt vannak ők a legnagyobb bajban jelenleg. Itt ugye mindig az a helyzet, hogyha kialakul egy ilyen szituáció, amikor az emberek elkezdenek félni az ellátás biztonságtól, akkor mindenki elkezd felhalmozni. Tehát ez ugye ezt a magát az egész szituációt egy kicsit felgyorsítja, vagy felpörgeti. Én ezt látom igazából veszélynek. Ha nyugodt lesz a nyár, akkor azért jó részt én azt gondolom, hogy meg lesz az ellátás. Béka megegyezett egy ágyjal kapcsolatosan, bejelentkezett rá. Nyikorog, mi? Nyikorog. Nem a ilyenkor nyikorog, amikor reggel fölkelek, és a béka nem tud aludni tőle. Szóval ácserében vagyunk, és bejelentkezett egy belgiumi ember, aki... Jaj, már rossz! A belga kisnyugdíjasnak a leharcolt magyar ágyra van szüksége. Már ordít a belga, egy belga ember. Nyilván nagyon kell neki 30 000 forintos ágyatok. Ezt gondolnád, hogy így... De nem, a belga ember levelet írt, igen? Hogy ő befektető Magyarországon. Dear Frog. Igen, kedves béka, így kezdődtelek egy dírfrog. Én I am vagyok belgiumi befektető, aki... Befektető. Mondom a befektetését, Miskolcon vásárolt magának kiadás céljára egy lakást, hogy azt majd a megáll a sztori. Miskolci, igen, turizmust fogja fölrendíteni, és milyen szép ez az ágy, az pont jó lenne oda. Béka mondta, hogy ennyibe kerül az ágy, és tök jó. A csávó egy perc múlva küldött egy bizonylatot, egy PayPal-os utalásról, várjál. Ne csinálj! Figyeljetek, mert óriási, tehát hogy zseniálisan van kitalálva, az ágyban megalkuttak euróba fizet, hát belga van neki eurója, én is örültem. Jó kemény euró, érted most mondom, béka, gazdagok leszünk, 400 az euró, kicsi csillagom, megállapodtak 90 euróban, hogy ennyibe kerül az ágy. Megérkezett egy kivonat a PayPal-tól, hogy azon keresztül fizetett,
de 160 eurót a csávó. A béka írt neki, hogy tök jó, hogy itt van a izé, a kimutatás, de hogy miért van rajta 160 euró? Azért van rajta 160 euró, mert mindjárt jön a szállító, csak neked ezt a 70 euró különbséget, mert az ágy 90-ő 160-at küldött, a 70 eurót utald át a szállítónak, mert ők akkor jönnek el az ágyért, a 90 a tiéd. Elviszi Miskolcra! Ebben a pillanatban! Béka mit csinál? Hát vigyék az ágyat, hát nekünk majd jön az új. Ha? 70 euró. PayPalon szintén? Nem, és most jön a trükk benne. MoonPay. Ez az... neked biztos, hogy mond valamit, hiszen ez az egyik legnagyobb kriptó, persze. Hát persze, hát utolérhetetlen. Elutalt 70 euró. Ne csinálj! 70 eurónyi összeget. Zseni. Ugyanúgy, zsenik. Mint két héttel ezelőtt, amiről beszéltünk. Nagyon jó. 70 eurónyi összeget a MoonPay-en keresztül elutalt kriptóban, bitcoinban 0,000. Mondom én, hogy a bitcoin csodaszer. Hát tényleg az! Hát mondom, hogy ez a jövő! Hát még nem értitek! Óriási! Hogy a blokklánc és a bitcoin, mennyit beszélek erős, lássátok, működik! Igen, és tényleg működik. Mit kampányolok én a bitcoin mellett? Tényleg működik, hiszen soha a büdös életben nem fogod megtalálni, hogy kinek ment a dolog. És mit csinált a béka? Hiszen ott a PayPal-os... Na de várj, a PayPal-os neki nincs összekötve egy tehát ő az a rendes bankkártyáján kellett, hogy megkapja, hogy nem kapott egy SMS-t, hogy megjött a guba a bankkártyájára? Nem, azt meg se nézett. Kapsz egy a PayPal-hoz nyilván tökéletesen hasonlító, de hamis bizonylatot, hogy a csávó elküldte neked a 160 eurót. Te meg se nézed a izédet, a bankszámládat, hogy megjött a dolog. Menj, már nem tudnék ilyet kitalálni, most hárman leülnénk, hogy találjunk ki valami jó csalást. Elutalom, de többet utalok, és te a maradékot utald át egy harmadik címnek. És zseni! És itt a trükk, hogy te több pénzt kapsz. Hát gyerekek, hát ez milyen jó fej ez a csávó, nekem 160-at átküldött, és ő megbízik bennem, hogy én a 70-et tovább fogom küldeni a szállítónak. Zseniálisan ki van találva a dolog, úgy ülsz föl a rollerre, hogy öröm nézni. És neki itt lekonvertálták az utalását, bitcoinba átváltották, vagy valahogy ő ezen keresztül? Igen? Igen. Azt a mindenségét neki. Nem egy nagy összeg, de most ezt gondolod, ezt megcsinálják 100-szor, 200-szor, 500-szor, és ebben ezt csinálják jól, hogy nem milliókat akarnak ők levenni tőled, egy 50-60 eurót, de csak csinálja meg egy hónapban 100-szor. Ugye? Tehát azért az 7000 euró. Az egy szabad szemmel látható összeg. Igen. Balázsék! A Rádió Egyen! Na itt vagyunk. Már nem sokáig. Elmegyünk és kedden jövünk újra. Tippeket? Én azért megtankolok ma. Tehát lesz, ami lesz, azért nem tud megnyugni. Tehát ma azért mindenki tankolja tele. Tovább izzasszuk tovább a moltak. Így is azért küzdenek ellátási problémákkal, hogy a eddig általuk 70%-os piacon most 90%-ra kell teríteni. Tehát van baj. Na, tenisz tippek? Figyelj, ha Nadal, nem tudom. Jó, ha Nadal bent van, nyilván Nadalra fogad. De te most a döntőre akarsz, ellene? Azt nem akarom tőled elvenni. De én hiszek abban, hogy elfárad. Mit mondasz, a Nadal Zverev vagy Csilics Rúd? Választhatsz. Én a Nadalnál nyilván Zverevet mondom, amikor Csilics Rúdnál tart. Nem, Nadalnál, te Nadalt Nadal, oké. Okay, még... Zverev kivégzi. 10 Zverevre. Jó, 10 Nadal. Mi van a másikban? Csilics meg Rúd? Hát Csilics. Csilics. Jó, akkor én bevelem a Rúdot, és akkor szerintem senki nem fizet senkinek, mert a Nadal is megnyeri, meg a Csilics is megnyeri. Jó, és a döntőre ott mit Nadal. Mondunk? Jó, én a másikat. Jó, ott a Csilics. Hát, ha bejut. Ha nem, akkor meg Rúd. Szerintem a Rúdot megveri a Csilics, úgyhogy akkor szerintem Nadal Csilics döntő lesz, és a Nadal behúzza. Oké, okay, nem, a Csilics fogja behúzni, mert az a szimpatikus az a fiú. Hogy néz ki? Oké. Okay. Fogalmam nincs. Te én megnézem ezt a futballt, hogy kivel játszunk, hogy miért játszunk, azért az engem érdekel. A nemzetek kupája. Ó, nagyon szeretem. Olaszok játszanak a németekkel, és a magyarok az angolokkal. Csak aha. Mondom, ez ilyen UEFA. Aha, hát nem, nemzetek kupája, nemzeti kupája, nem tudom pontosan, hogy mondják, ez az. Jó, tök de jó. Akkor nem barátságos, tehát kicsit se. Igen, hármas csoportban vagyunk, az olaszokkal, a németekkel és az angolokkal. Nem. A mi csoportunk, sehol egy Andorra. Azért, mert mindig tőlük kapunk ki, Andorától kapunk ki, meg tudod, az jó, mit tudnak angolok, olaszok, németek, mit tudnak a fociról? Amikor jön az izlandi ízé válogatottól egy portás, a kapus. Hát. Kutyaütők, érted? Máshol érted? Nem tudom, Feröje-szigetek, meg nem tudom, Burundi, ilyenek vannak. Hát most mi nem? Na, most azért, mert angolok, olaszok, nekünk németek. Nem kell kegyelemkenyér. Milyen csoport? Jézus Isten. Nem tudom, a továbbjutás meg egyáltalán az egész rendszert, én nem nagyon vágom ezt. Mindenesetre hajrá, fiúk! Hajrá! Tegyetek oda mindent, amitek van. Kikapni nem szégyen, a döntetlen nagyon jó. A nyerésbe ne reménykedjetek.
Ez egy motiváló szöveg, nem? Az, aha, igen, tényleg. Ez jó, ezt felírom, kikapni, nem szégyen, ha döntetlen remek, a nyerés, azt felejtsétek el, de arccal a futás felé. Jó, egy pici, apró, fura, ilyen kerekszínű dolog, kerek dolog lesz ott. Na az a labda. Nagyon patog, nagyon gyors, attól nem kell megijedni, az a labda. Sőt, próbáljátok meg megtartani és eljutatni a megfelelő helyre. Így van, ennyi Porsche Panamerákat árnyékba, hajzselét feldobva, tisztes helytállás, mi már ezért nagyon hálásak vagyunk. Hú, de ügyes, de jó, de szép, bemondta. Igen. Tapsot neki. Sziasztok, Laci vagyok. Nagyon jó, Lacikám, te vagy a naphallgatója, és be is mondtad. Nézem, hogy mit írtál nekünk, és melyik témához szóltál hozzá. Ja igen, ezt írtad nekünk, békának szólj már, hogy a szállító cég nem kapta meg a 70 eurót, utaljon már újra, üdv a belga befektető. Nyomom, nyomom. Ja. Ajándékcsomag formájába fog menni neked a 70 euró. Tetszett a sztori? Tehát nagyon jó. Figyelj, mi úgy edukálunk, hogy a saját bőrünkön megmutatjuk, hogy nem szabad csinálni. Nem csak levegőbe beszélek. És bátran felvállaljuk utána másnap adásba, ezért vagyunk szeretetőek, hogy úgy tanítunk benneteket, hogy mi a saját bőrünket visszük a vására. És a saját csajunkat is be tudjuk mártani másodpercek alatt. Igen. Van egy plusz nyereményed, jó, megmutatjuk, hogy mi az, figyelj! Gratulálunk! Nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok 2022-es évadának egy választott előadására. Mit szólsz? Nagyon örülsz? Nagyon. Na látod, ilyen is nyereményem van neked. Látod, látod. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Küldjük, jó? Csáó. Köszönöm. Hello, szép hétvégét neked is. Hello. Csáó. Mi a recept? Mi csinálunk a hosszú hétvégén, grillezünk nyilvánvalóan. A grillezés mellé kell egy csomó minden, például egy arab humusz, egy török padlizsán saláta, egy görög caciki és egy mexikói avokádó. Mind a négy recept megvan, sőt még egy olasz focaccia is. Nemzetköziek vagyunk, erre már csak már nem is kell csinálni semmit. Azért ennek a négy dolognak a bevásárlási lista, bevásárló listájával azért a Viki elküldeni, ezt szerintem biztos, hogy decemberig nem kerülnék elő. Összeütök egy kis fokáccsát, nyomok egy kis görög salátát, egy kis cacikit, egy kis joghurtos lólába. Egy boltban megkapod mindent, de már mindig kivégzed a receptet, hát itt nem lehet belemenni. Egyes a fokáccsán, 10 deka búzaliz, 4 deka margarin. Na most egy kis szerecsendió kell hozzá, egy kis zsája. Minden jóra való éjjel-nappaliban van szerecsendió, meg zsája. Hát. Jó, de nálam profibak csinálják ezeket a recepteket. Most fokhagymád van otthon? Hát most nincs, amikor éppen, de... szerepjátékot játszunk a Vikivel, és én vagyok a vámpír, ő pedig a... Aki nem akarja a szerepjátékot. Ő pedig a szűz papnő, akkor igen. Stam, és akkor egy kis fordított keresztel meg némi fokhagymával elűz engem, de mindig odaérek. Jó, de nem is, ez nem is nekem szó, de jól hangzik. Jó, például a padlizsánhoz csak padlizsán kell joghurt, fokhagyma, petrezselyem, só. Na, mi van? Tökéletes. Semmi. Van, nincs, vedd meg, kész. Fönn van a Facebookunkon a recept, a képpel együtt használjátok, egészséggel nincs mit. Így van. Hajrá, magyarok! Hajrá, megcsináljuk, gyerekek! Hát legalábbis kitartunk a 9. perc végéig. Na most szemetek vagyunk, egy kicsit bízunk már bennük. Én szerintem teljesen jól mondjuk. A nem szégyen a... Haj, belőve, stopp is, felvéve. Az a nagy dolog, az a kapu, az a pici labda. Anamérő az a tankolva, most még olcsóbb az üzemanyag. Be kell rúgni. Hétfőn nem vagyunk, pünkösdözünk, ünnepelünk, pihenünk, vigyázzon mindenki magára, jó hétvégét, jövünk kedden. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!